A Neveléstudományi Intézet andragógiai és közművelődési tanszéke elsőként 2017-ben rendezte meg az eseményt, amelyet hagyományteremtő szándékkal hívtunk életre. Az idén 45 éves EGRI közművelődési szakemberképzés is mutatja, hogy a terület jól alkalmazkodott a társadalmi változásokhoz, amelynek egyik eredménye volt az új közösségszervezés alapszak 2017-ben történő indulása. Ehhez és az akkor már meglévő közösségi művelődés tanár, osztatlan tanári szakhoz kapcsolva igyekeztünk kialakítani azokat a jellemző tartalmakat, amelyek színesítik, mélyítik képzéseinket. Önálló szakmai napunk megteremtésével lehetőséget kívántunk adni a közművelődés folyamatos tartalmi megújulásának bemutatására, valamint kiemelt célunk az is, hogy hallgatóink már egyetemi éveik alatt is ebben a formában lehetőséget kapjanak arra, hogy közvetlenül ismerhessék meg a szakma színes, gyakorlati oldalát. De egyfajta találkozási pont is lettünk az általunk meghívott szakemberek számára, hiszen a szakmai fórum egyben kiváló bemutatkozási lehetőség is, a közművelődés jeles képviselői ötleteiket, szakmai gondolataikat egymással is megosztva teremtenek újabb és újabb ötleteket és gondolatokat. Talán nincs napjainkban esemény, program, amelyet ne hatná át az az eddig ismeretlen élethelyzet, amelynek új szabályaihoz igazodva kell már meglévő értékeinket átmenteni. Ennek eredményeképpen valósul meg online formában idei szakmai eseményünk. Egy olyan területen, ahol a közösség és a személyes kapcsolatok köré szerveződik a munka, különösen nagy kihívás azok megőrzése. Ennek nehézségeiről, a megoldásokról, példaértékű gyakorlatokról szól ez a mai szakmai napunk. Itt szeretném megköszönni előadóinknak, hogy elfogadták felkérésünket, és vállalták tapasztalataiknak-e sajátos formában történő átadását. Körünkben köszönhetem Kovácsné dr. Nagy Emesét, az Eszterházy Károly Egyetem pedagógiai karának dékánját, aki örömmel elfogadta meghívásunkat. Egyúttal fel is kérem dékán asszonyt arra, hogy gondolataival nyissa meg a 4. EGER közösség együttműködés szakmai napunkat. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévő kedves kollégát és érdeklődőt. A mai szakmai napnak alig ha lehetett volna találóbb címet vagy nevet választani, mint hogy EGER, közösség és együttműködés. Hát EGER azért, mert hogy az egyetem kiemelt feladata a térség szakmai és tudományos életének a befolyásolása, amit ez a mai szakmai nap meg is fog tenni. Közösség, mert ma ez a legfontosabb, ha nem a legfontosabb fogalom, hívószó az embernek, személynek a társadalomban elfoglalt helye szempontjából. És együttműködés, amely a közösség nélkül alig ha lenne megvalósítható. Ha a címnek a kezdő betűit összeolvassuk, akkor már is látjuk, hogy az EKÉN vagyunk, vagyis az Eszterházy Károly Egyetemen, és ha a programokat nézzük, akkor pedig azt látjuk, hogy az elhangzó előadások témája az nagyon tartalmas napot ígér, vagy délelőttet számunkra. Mert hogy miről is lesz szó? Látom, hogy lesz szó az ifjúságfejlesztésről, a közösségépítésről, a bevált gyakorlatok, tapasztalatoknak a megosztásáról. Tehát gazdag a program, és azt gondolom, hogy mindenki épülésére fog szolgálni. Köszönöm az andragógiai és közművelődési tanszéknek, dr. Oszlánci Tímeának és kollégáinak a mai napnak a megszervezését, és nincs is más feladatom, mint hogy a mai naphoz tartalmas tanácskozást és építő gondolatcserét kívánok. A tanácskozást, a szakmai napot meg is nyitom. Köszönöm. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, aki nézi a szakmai napunkat, és nagy szeretettel köszöntöm előadóinkat, és köszönjük, hogy elfogadtátok meghívásunkat. Ebben a pandémiás időszakban sajnos nem igazán tudunk utazni, azt hiszem ez mindenkinek hiányzik, így ezzel is egy kis hiánypótló programot szerettünk volna biztosítani, bár igaz, utazásunk ezúttal virtuális lesz, de mégis egy kis körutazásra invitálunk mindenkit, amelynek állomásai Bélapátfalva, Cegléd és Nagyréde lesz.
ezen a délelőttön. Tiszanánára is szerettünk volna eljutni, de sajnos Lázár Tündének közben jött egy egyéb elfoglaltság, úgyhogy ő nem tud a körünkben lenni, de úgy gondolom, hogy a három település érintésével is nagyon kerek lesz az utazásunk. Elsőként szólítanám akkor Mezőné Kovács Editet, aki Bélapátfalván a Bélapátfalva Kultúrdia Nonprofit Kft.-nek az ügyvezetője, és köszönjük, hogy a Bélapátfalvai közösségi életbe segít egy kicsit bepillantanunk. Át is adom a szót. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit ott a másik oldalon. Ugye ez most itt nem is annyira jó kifejezés, mert tulajdonképpen mindannyian ugyanazon az oldalon állunk, és ugyanannak a célnak az érdekében tevékenykedünk, és hát 2020 ezt is megadta nekünk, hogy új kihívás talált meg ismét csak bennünket, pedig azokból akad a mi területünk bőven. Hát most ezt is megpróbáljuk, hogy hogyan tudjuk kihasználni a virtuális élet adta lehetőségeket arra, hogy ne adjuk föl, és ne adjuk meg magunkat, és csak azért is meg tudjuk tartani például egy ilyen szakmai beszélgetést. Kicsit hiányoznak, én ezt az előbb is említettem, hiányoznak a diákok ott szemben, meg az emberek, de azért remélem, hogy figyelnek bennünket, mert itt végignézve az előadó társaknak a sorát is, én biztos vagyok benne, hogy sok mindent tudnak tanulni ezen a délelőttön, hiszen igazán a gyakorlati ismereteket, a gyakorlati trükköket úgy lehet elsajátítani, hogyha megnézzük, hogy hogy csinálják mások, akik előttünk ezt már évek óta gyakorolják. Évtizedeken keresztül, hogyha valaki meghallotta Bélapátfalva nevét, akkor elsőre és lehet, hogy egyetlen dologként a cementgyár jutott az eszébe. Az, hogy szürkék a háztetők a cementportól, és nehéz teregetni a ruhát, mert hogy arra is ráköt ez a fránya cement, és hogyha nagyon ismerős volt a környéken, akkor lehet, hogy még annyit tudott rólunk, hogy ott van a nagy templom. A Bélkőhegyről meg nagyjából annyit tudott, hogy annak a köve kell a cementgyár. Ez egyáltalán nem volt meglepő, hiszen 1908-tól, amikor a régi cementgyárat megalapították és elkezdte a tevékenységét, Bélapátfalvának egyértelműen ipari arculata volt. Amikor itt a kollégákkal beszéltünk, és itt mosolyogtak rajtam, hogy milyen mesebeli címet választottam az előadásomnak, ugye egy alvó közösség felélesztése a Csipke Rózsika álmából, akkor utána meg is állapítottuk, hogy mesebeli a cím, de tulajdonképpen mesebeli varázs erőre is van szükségünk ahhoz évek óta, és hol van még a munka vége, hogy itt azt a közösségi életet létrehozzuk, amit megálmodtunk, és aminek az érdekében dolgozunk most már 4 év óta. Az, hogy a cementgyár Bélapátfalván ilyen meghatározó erővel bírt, az sok minden területen éreztette a hatását. Ugye gazdasági, társadalmi szempontból, emberi oldalról egyaránt. Az, hogy adott egy olyan anyagi biztonságot az ott dolgozó embereknek, ami azért abban az időben is ritkaság számba ment, az, hogy nem kellett aggódni, hogy hol következő évben hol fogok dolgozni, vagy akár a gyerekem hol fog dolgozni. Az, hogy kiszámítható tervekre adott lehetőséget, hogy építkezni lehetett, hogy autót lehetett vásárolni. Ez volt az egyik nagyon erős oldala, mert azt azért valljuk be, hogy az emberek mentális tudatát, viselkedését ez meg tudja ám határozni elég rendesen, hogyha tudja, hogy minden rendben van az anyagi oldalon. De jelentette emellett azt is, hogy a cementgyárban dolgozott az itt lakó emberek közel 90%-a. És ezek az emberek hosszú évtizedek óta ugyanazon a munkahelyen dolgoztak. Általában a férjek, a feleségek is, sőt egy idő után a gyermekeik is. Egy olyan összetartó és jól működő közösség élt tulajdonképpen a gyár keretein belül, és így a településen is, hát, amit azóta is próbálunk visszahozni a településre, mert azért egy csoda volt azóta.
hogy ezeket brigádoknak hívtuk el, vagy a különböző munkaterületeken dolgozó emberek munkaközösségének, baráti közösségének, az mindegy is, mert ezek az emberek tulajdonképpen az életük nagy részét együtt töltötték. Megosztották egymással az örömüket, a bánatukat. Megünnepelték a születésnapokat, a névnapokat. Hogyha valakinek a gyermeke megnősült, biztos, hogy ott volt az összes munkatársa, anyának, apának, hiszen barátok is voltak. A gyár remek lehetőséget adott a művelődésre, dalárdájuk volt, tánccsoportjuk volt, kulturális programokat szerveztek, színházba jártak, bérletük volt, és a gyári üdülő révén, ami ugye a Balatonparton épült meg, még a nyaralásokat is együtt töltötték ezek az emberek. És az, hogy ez milyen erős emberi kapcsolatokat alakított ki közöttük, azt talán nem is kell akkor innen tovább magyarázni. Tulajdonképpen együtt lélegeztek. És amikor 2001-ben a cementgyár bezárt, akkor mindezt egyetlen rántással húzták ki a település lakosainak a lába alól, és ugyanolyan fájú hiány volt az anyagi biztonság elveszítése, de ugyanolyan fájú terület volt az a fajta mentális veszteség is, amit ezek az emberek átéltek. Egy olyan fásult időszak következett, amikor egyszerűen nem volt jövőkép. Azért ez már az az időszak, amikor nem volt olyan könnyű új munkahelyet találni, ha talált is már messze az otthonától, és bizony ez magával hozta ezeknek a jól működő kis baráti társaságoknak, ennek a közösségeknek a felbomlását is. Egy ideig próbálták tartani a kapcsolatot egymással, de aztán ezek óhatatlanul meglazultak, elszakadtak, gyerekek is elkerültek már ebből a körből, máshol kezdtek el dolgozni, és egy olyan elég hosszú ideig tartó időszak következett a település életében, ami azért még a mai napig érezteti a hatását. Egy ideig kereste a település az új irányvonalat, az új arculatot, és végül is 2017. január 1-ével hozta létre az önkormányzat a 100%-os önkormányzati tulajdonban levő Bélapátfalvai Kulturális Turisztikai és Média Nonprofit Kft-t, aminek van azért egy kicsit könnyebben kimondható neve is, ez a Kultúrdia Nonprofit Kft. És mi kaptuk feladatul azt, hogy az idegenforgalommal, turisztikával, kulturális programokkal, médiával, marketinggel, és nem utolsó sorban a kötelezően ellátandó közművelődési feladatokkal kapcsolatos teendőket összefogjuk. A magam részéről én nagyon örültem annak, hogy ez a sok terület mind mi hozzánk került. Nekem régóta vesző paripám volt az, hogy igazán hatékonyan úgy lehet ezeken a területeken dolgozni és eredményt elérni, hogyha segíteni tudják egymást, hogyha egymásra tudjuk építeni őket, és kihasználjuk azt, hogy tulajdonképpen minden mindennel összefügg, így ezek a területek is. És az elmúlt 4 év úgy gondolom, hogy be is bizonyította azt, hogy ez egy jó döntés volt az önkormányzat részéről. Remélem, hogy más is így gondolja, és így látja, nem csak mi. Ott álltunk tehát 2017. január 1-én, hogy hol kezdjük a feladatot, és az én másik vesszőparipám, amivel gondolom, hogy a jelenlévők közül nagyon sokan egyetértenek, hogy az összes feladatunk közül az egyik legnagyobb kihívást jelentő, de legfontosabb és legjelentőségteljesebb feladat az a közösségépítés. Nem mindenki hiszi el nekem, legalábbis úgy elsőre, hogy miért tartom én ezt olyan fontos feladatnak, és miért dolgozunk ennyit rajta. De én úgy gondolom, és ezt az élet be is bizonyítja, hogy egy jól működő településhez, ahhoz, hogy sikerüljön megtartani az értékes embereket, azokat a lakosokat, akikre lehet aztán majd alapozni, akik képesek együtt gondolkodásra, cselekvésre a település érdekében, akik egy irányba húzzák azt a bizonyos szekeret. Ahhoz, hogy tudjanak egymásnak is segíteni, egymásra is támaszkodni az emberek, ahhoz igenis szükség van egy jól működő közösségre. És ha van egy jól működő közösség, akkor annak az eredménye, a hatása meglátszódik aztán a gazdasági oldalon is, a település fejlettségének a mutatóiban is, és abban is, hogy hányan maradnak itt olyanok, akiket mi nagyon szeretnénk, hogy ne költözzenek el tőlünk, és itt dolgozzanak velünk együtt a településünkért.
több oldalról indítottuk a támadást, mert nagyon éreztük, hogy ez egy nagy feladat, tehát hogy nem elég, hogyha úgy apránként szépen óvatosan kezdjük, egyszerre kezdtük rengeteg felületen. Először is azt mondtuk, hogy találjunk egy jó helyszínt, egy olyan bázist, ahol úgy megtelepedünk, és ahonnan el tudjuk kezdeni a feladatot. A művelődési házunk akkor már felújításra várt, ezt nagy örömmel jelenthetem, hogy a múlt héten befejeződtek a munkálatai, és most már tényleg egy gyönyörű, megújult funkciójának teljesen megfelelő épületben várhatjuk a művelődő közösségeket, és tehetjük át oda a programjaink egy részét. De akkor még a gesztenyés kiállítóház volt az a helyszín itt a település főutcáján, a kellős közepén a városkának, amit mi kinéztünk magunknak, és azt mondtuk, hogy induljunk el innen. Múzeumként működött már akkor is, több értékes állandó tárlatunk van, és emellé most is évente több ideiglenes kiállítást is szervezünk. Ide hoztuk a turisztikai irodánkat is, és mi is itt telepettünk meg. Azt mondtuk, hogy csináljunk ebből a helyből egy nyitott házat, egy olyan közösségi teret, ahová nem csak a turisták jönnek be, de ahová betérhet a helybéli is, és mindig kap információt, mindig meg tudjuk mondani, hogy a következő programmal kapcsolatban mik a legfontosabb teendők, legyen itt ingyen wifi, legyen DJP pont, és legyen ez neki egy olyan megszokott, útba esünk, jövünk, jövet menet helyszín, ahová tényleg egy idő után teljesen természetes, hogy betér. Ez sikerült is az elmúlt években elérnünk. Ez egy remek épület különben, nagyon barátságos, nagyon jó használható terekkel, és mi ezt ki is használjuk rendesen, vannak Jolly Joker termeink. Ezek a szobák zseniálisan dekorálhatók, átalakíthatók, úgyhogy itt szokott lenni a télapónak a szobája, például kandallóval, fenyőfával, kismanókkal, de a nyuszi is innen indul, sőt a Halloween partinok oszorkánynak is itt van a jós szobája. Emellett pedig nagyon sok kézműves foglalkozásnak és kisebb kulturális programnak ad helyet. Nem mellesleg pedig van egy nyitott közösségi udvarunk, amit elég szépen sikerült aztán belaknunk a elmúlt 4 év során. Mindig elmondjuk, és biztos, kedves diákok, ti is hallottátok már nagyon sokszor ezt a kitételt, hogy a közművelődési feladatellátás az nem egyenlő kulturális programszervezéssel. És ez egy nagyon nagy igazság, sokkal több, sokkal mélyebb feladat az, amit egy közművelődési szakembernek el kell látnia. Viszont nem ördögtől valóak azért azok a kulturális programok, sőt, mert remekül beilleszthetők a közösségépítésnek a feladatkörébe. Mi minden éves programnaptár összeállításánál nagy hangsúlyt fektetünk az egyensúlyra. Ami azt jelenti, hogy legyenek olyan programok, amik beillenek a kulturális turizmusnak a keretei közé, legyenek olyan programok, amik megszólítanak minden korosztályt, legyenek olyan programok, amik lehet, hogy közművelődés szempontjából nem annyira jelentősek, viszont a közösségépítő erejük az felbecsülhetetlen. És ha mondok egy példát, azt mondom, hogy egy retro táncest a gesztenyés kiállítóház udvarán, lampionok alatt és zászlócskák alatt, kockásterítős abroszok mellett, tulajdonképpen nem történik semmi, csak táncol retro zenére olyan 150 ember mondjuk egy estén, de valójában az történik, hogy ezek az emberek leülnek egymás mellé a kockásterítő sabroszokhoz, beszélgetni kezdenek egymással, felkérik a szomszéd feleségét táncolni, aki aztán fölkéri cserébe az ő feleségüket táncolni, megindul egy beszélgetés, megindul egy ismerkedés, és könnyen lehetséges, hogy a következő programra már az asztaltársaság együtt érkezik, mert ugye milyen jó bevált az a múltkor is, már meg tudtam őket szólítani. Ha azt mondom, hogy egy tök jó parti vagy Halloween parti, és azt mondom, hogy öltözzél be, és a gesztenyés kiállítóház pincéjében lesz egy félelmetes szabadulós játék így Halloween alkalmából, a végén a programnak pedig ott a DJ és bulizhatsz egyet, akkor rögtön bejön a kapumon az a fiatal, aki különben nem jött volna operetre, nem jött volna színházestre, nem jött volna sehová máshová hirtelen, de az, hogy Halloween és beöltözhet, és pincébe mehet, játszhat, és DJ van, az rögtön behúzta őt.
és ha már behúztam, és itt van a kezem között, akkor el tudok vele beszélgetni, és tudom neki mondani, hogy akkor nézzük, mit szeretnétek, mi az, amire szívesen eljönnétek, és akkor például 2 év után ebből kialakul egy olyan fiataloknak összeállított klub délutános tervünk a művelődési házban, amit indítunk is, indítottunk volna már tavasszal, ha 2020 nem tett volna velünk ilyet. Na, de majd indítjuk jövőre. A programoknál mindig nagyon figyelünk arra is, hogy ha csak lehet, akkor csempészünk bele olyan elemeket, ami egy kicsit a közösségi megmozdulást, összetartozást erősíti. És ez például azt jelenti, hogy ha van egy pite partink, akkor meghirdetünk hozzá egy pitesütő versenyt. És mondjuk első évben rögtön érkezik 46 tálca sütemény. És ebben nem is az az érdekes, hanem az, hogy ezt a süteményt utána együtt fogyasztjuk el, és amikor idén, amikor már 3. alkalommal volt pite partink, elkezdik úgy hozni a süteményt az emberek, hogy figyelj, én nem is akarok nevezni, tehát nem az a lényeg, hogy én nyerjek, azért sütöttem, hogy bőven legyen elég sütemény, amit utána aztán a programon szét tudtok osztani. És amikor eljutunk oda, hogy már az az ember fölismeri a felelősségét annak, hogy a településem szervezett egy programot, ahová nagyon sokan érkeztek mindenhonnan, és akkor legyen elég süteményük, amit szét tudnak osztani, és amivel meg tudják kínálni a vendégeket, akkor már érzed, hogy valamit azért már elértél. Tehát már a magáénak érzi ezt a történetet. Vagy amikor például a Bélkőfesztiválon meghirdetjük a kőleves főzőversenyt, és van 22 nevező társaságunk, akkor ezek a kis mikroközösségek, akik ugye baráti társaságokból, vagy munkahelyi kollektívából állnak össze, külön-külön ott megjelennek, akkor utána milyen remekül bele tudnak olvadni a nagy közös egészbe, és tudják ezzel tovább erősíteni a közösséget. Tudtuk, hogy kevesen vagyunk a feladathoz, tehát egy fecske nem csinál nyarat, 2 se, 3 se, 4 se, úgyhogy gyorsan elkezdtünk szövetségeseket keresni, és együttműködéseket kialakítani, és megkeresni azokat az embereket, civil szervezeteket, intézményeket, akire tudunk támaszkodni. Kezdtük rögtön az óvodával, az iskolával. Azt tudjuk, hogy a gyerek az mágnes. Tehát amennyiben mondjuk egy kulturális rendezvényen föllép egy óvodás, vagy egy iskolás, akkor hozza magával a szülőt, a nagyszülőt, a tesót, jó esetben a nagybácsit, a nagynénit, mert mindenki kíváncsi rá, hogy az a kisgyerek milyen ügyesen szerepel. Tehát ha egy gyereket megszólítottam vele az egész családját tulajdonképpen. Ez az egyik oka, hogy szerettük volna a kicsiket itt tudni a mi közösségünkben. A másik oka pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy minél kisebb korban tudjuk őt bevonzani a közösségi életbe, neki már annál természetesebb lesz az, hogy része ennek a közösségnek, és ő jönni akar később is, mert jól érezte magát, és lehet, hogy pontosan az a gyerek lesz az, aki megfogja az anyukája kezét, aki facebookozik szombaton délután, és azt mondja, hogy már pedig menjünk, mert most gyereknapi program van, és ott lesz mindenki, és milyen jó volt a múltkor is. Tehát ezeket azért jó kihasználni, és mi nem is féltünk használni ezt az eszközt. Szerencsére nagyon jó együttműködés alakult ki mind a két intézménnyel, mind a mai napig remekül tudunk együtt dolgozni. Aztán voltak olyan civil szervezetek, akik már tagsággal rendelkeztek és jól működtek régóta, például a Napsugár nyugdíjas klubosaink, akik tüneményes nyugdíjasok, nagyon aktívak, mindenben a segítségünkre vannak, akár krumplilaskát kell sütni, akár farsangifánkot, akár kemencét fűteni, ők mindig ott vannak mellettünk, nagyon hálásak vagyunk nekik. Aztán ott volt a Horgász Egyesület, ott volt a Mozgáskorlátozottak klubja, ott volt például a Balett csoport, aki már 20 éve működik itt Bélapátfalván, és mostanra eljutottak oda, hogy országos ismertségre tettek szert, rengeteg arany, ezüst, elismerést, külön díjakat hoznak nekünk, és egyrészt nagyon büszkék is vagyunk rájuk, másrészt pedig ugye ők megint csak alkottak már egy közösséget, egy összetartó csapatot, ahol ráadásul olyan szülők vannak a gyerekek mögött, akik hajlandóak tenni is,
szabadidejükben, önkéntes munkájukkal azért, hogy az a fellépés jól sikerüljön, vagy eljussanak a gyerekek egy-egy fellépés helyszínére. Ők tényleg egy csapatként álltak mellénk, és mindenben segítettek nekünk, cserébe mi is nekik, úgyhogy ez is egy jó működő együttműködés. Aztán most már nagy örömünkre van egy néptáncos csoportunk, egy kis óvodás csoportunk volt, az már 2 éve működik, de most általános iskolásokból is alakult egy, mégpedig olyan módon, hogy még középiskolások is visszajárnak közéjük táncolni, és ennek most megint nagyon örülünk, mert az a gyerek, aki tud egy néptánc csoportban tevékenykedni, az megint csak olyan jellem és olyan beállítottságú, aki akar közösséghez tartozni, és aki tud és akar is tenni a közösségért, úgyhogy most ők is be fognak majd kerülni ide hozzánk, és megint egy kupaccal többen leszünk. Hirdettünk kifejezetten olyan akciókat is, amik a közösségépítést szolgálták. Ilyen volt például a települési virágosítás. Ennek ugye 2 haszna van. Egyrészt megint csak 4 ember nem tud egy egész települést virágosítani és parkosítani. Másrészt azt szerettük volna, hogy minél inkább magukénak érezzék utána a települést. Tehát nagyon tudta körülni annak, amikor abban a virágágyásban, amit ők ültettek be, elkezdtek a tulipánok virágozni. Vagy az, hogy az évelő az megmaradt, és következő évben még szebb. Tehát ezzel tulajdonképpen megint 2 legyet ütöttünk egy csapásra. Aztán például ott volt a nagy rajzolás, amivel csatlakoztunk a világszerte kedvelt kezdeményezéshez, és akkor tulajdonképpen ugye kívülről annyi történik, hogy a művelődési házban van 12 asztal, körülötte rengeteg székkel, és ott van vagy 150 gyerek és felnőtt, akik egész nap csak festenek, rajzolnak, kézműveskednek, mindent, ami filc, ami színes, ami tempera, selyemfestés, mandala rajzolás, mesekönyvkészítés, elfoglalják maguk. De valójában az is történik, hogy a gyerek mellett ott ül az anyuka megdicséri a másik anyuka gyerekének a rajzát, ő megdicséri az ő gyerekének a rajzát, aztán nevetnek együtt, mert hogy sikerült a gyereknek az az arcfestése, vagy kiborult a vízfesték, szaladnak együtt és fölítatják, és a végére azt láttuk, hogy senki nem akar fölállni az asztalok mellől, tehát már este 7 óra van, és még mindig beszélgetnek, nevetnek, alkotnak együtt, és úgy kívülről is jó volt látni ezt az egészet, hogy megint csak tudtuk, hogy a következő héten többen fognak együtt lemenni együtt a játszótérre, és hogy máshogy fognak egymásra mosolyogni a járdán, ha találkoznak, és lehet, hogy egy következő programon már egy asztalhoz fognak aztán leülni. Nagyon sok önkéntesünk van, aki segít nekünk, ezt azért még el kell mondani. Vannak olyan emberek, akik az első pillanattól kezdve mellettünk állnak. Tehát ők azt mondták, hogy végre történjen már valami, mozduljon már meg valami, induljunk el valamerre, és mi itt vagyunk, és bármire szükségetek van, szóljatok, és segítünk nektek. Ők a mai napig megvannak, tehát 4 éve kitartanak. És ami nagyon örvendetes, hogy ahogy telt az idő, így programról programra, megmozdulásról megmozdulásra mindig jöttek hozzájuk. És minden egyes alkalom hoz legalább 1-2 embert újra csak pluszban, aki aztán azt mondja, hogy most már ránk is számít, mert itt vagyunk. Nagyon szépen haladunk, kezd kialakulni egy olyan kemény mag, egy olyan csapat, aki tényleg bármiben segít nekünk. Ez hatalmas. Hatalmas segítség, tehát ezt azt tudja, aki próbálta, hogy nem 3 embernek kell, hanem mondjuk 13 vagy 30 embernek kell ugyanazt a feladatot elvégeznie. Diákokból is nagy szeretettel fogadjuk az önkéntes felajánlásokat, sokan töltik nálunk az 50 órájukat is, de olyanunk is van, diákunk, aki már régen letöltötte ezt az 50 órát, de azt mondja, hogy nálatok mindig olyan jó buli van, hogy hadd jöjjek, én jövök már csak úgy magamtól is, és őnekik is nagyon örülünk, talán neki még jobban, mert már neki nem is lenne kötelező, hogy jöjjön. Az előbb említettem az akciókat, amik kifejezetten közösségteremtő céllal jöttek össze. Itt külön mesélnék egy kicsit a kemencénkről, mert hogy ez a legnagyobb volumenű ilyen vállalásunk volt.
Gesztely és kiállítóház udvarát, azt ugye már használtuk programokra, és mindig mondogattuk, hogy milyen jó lenne ide nekünk egy kemence, mert hogy akkor megnyílna a lehetőség a gasztronómiai programok felé is. Kemencét építeni nem olcsó mulatság, meg lehet oldani, de mi azt szerettük volna, hogyha nem csak felépülne itt egy kemence, hanem jelkép is lenne. Tehát, hogyha valahogy itt is meg tudnánk mozdítani a közösséget, és belehozni őket ebbe, hogy amikor aztán majd begyújtunk abba a kemencébe, vagy sül benne a kenyér, a kalács, akkor többet jelentsen a számukra annál, hogy van egy szabadtéri tűzhely, amiben tüzet raktunk. Kitaláltuk azt, hogy téglajegyeket bocsájtottunk ki, 250 forintba került egy téglajegy. És ennek a kemencének a árát, ami most itt áll már a kiállító házunk udvarán, ez bizony 250 forintos téglajegyekből adták össze helybéli lakosok, illetve olyanok, akik elszármaztak innen, de azt mondták, hogy szívükben azért bélapátfalviak maradnak. És hát libabőr nélkül nehéz beszélni azokról a hetekről, amikor ez a téglajegy árusítás folyt itt nálunk, mert bizony azt jelentette, hogy naponta olyan 40-50 ember nyitotta be az ajtót ránk, és vette meg a téglajegyet. De ez nem csak annyit jelentett, hogy ide adta a pénzt, és mi odaadtuk a jegyet, hanem ezek az emberek meséltek. Mondjuk meséltek arról, hogy milyen volt, amikor a nagymama sütötte a kenyeret a kemencében, és ő segített neki. Aztán hozták a régi recepteket. Felajánlották a segítségüket. Volt, aki kőművest ajánlott, volt, aki 120 éves vásznakat hozott. Volt, aki azt mondta egy idős néni, hogy kedves, én már ebben a kemencében nem fogok sütni. De nekem van 4 unokám, és én már régen nem leszek a világon, de ennek a 4 unokámnak 4 darab téglája lesz ebben a kemencében még akkor is, és én örülök, hogy ezt én így oda tudom nekik adni. Vett 4 téglajegyet a 4 unokának. És mindemellett még, ugye, a kemence mellett, azt is tudni kell, hogy az összes tepsit, minden szerszámot, ami kell ahhoz, hogy mi begyújtsunk, tüzet rakjunk, hamuzzunk, kenyeret süssünk, szintén helybériek készítették el nekünk felajánlásként. Olyan szinten mozdította meg a települést ez a kemence építés, hogy amikor aztán először begyújtottunk és felavattuk, akkor alig fértünk itt a gesztenyés udvaron, mamának hívják egyébként, tehát ez a neve, hogy mama. És mai napig, amikor begyújtunk, vagy használjuk egy-egy programon, akkor úgy érezzük, hogy elérte a célját, tehát nem csak egy kemence, ami kiállítóházunk udvarán, hanem ez az a kemence, amiben minden egyes bénapátfavai embernek ott van egy téglája. Tehát ez jelképként sem utolsó. Nagyon érdekes, és lehet, hogy először morbidnak hangzik, de mi például még a véradásokat is be tudjuk állítani a közösség szervezésnek a sorába. Ez megint egy kis közösség, egy olyan közösség, aki mondjuk már régóta ad vért rendszeresen, visszajárnak, de nagyon sokan vannak, akik szeretnének adni, de nem mernek, mert hogy még nem próbálták, és félnek, hogy rosszul lesznek, vagy milyen ez. Mi ide a gesztenyés kiállítóházba hoztuk át a véradásokat, és hát bizony meg tudtuk többszörözni a résztvevőknek a számát. Nagyon jó a rábeszélő képességünk, azt mondják. És megint csak azt kellett megtapasztalni, hogy ez is egy másfajta közösség, de egy nagyon erős közösség, és hogy milyen jó érzés az ezeknek az embereknek, akik mondjuk rászánták magukat, amikor megkapják azt az SMS-t, ugye, hogy köszönjük, hogy a véradásával hozzájárult egy ember gyógyulásához, akkor fölhívnak, ránk írnak, hogy tényleg ez olyan, hogy én elkezdtem a sírást, és köszi, hogy fölhívtátok rá figyelmünket, és most már vannak véradójaink, akik miattunk kezdtek visszajárni, és lettek rendszeres véradók, és ez is egy nagyon jó érzés, mert ez az egyik legszuperebb dolog szerintem, amit lehet tenni a másik emberért annak az érdekében. Nem tudjuk kikerülni a közösségi oldalak szerepét a közösségépítésben. Ugye ez egy nagyon furcsa
helyzet, mert én szerintem mindenki, aki ezen a területen dolgozik, tudja, hogy micsoda kihívás az 2020-ban, hogy egy kamaszt, vagy akár egy kisgyerekes anyukát is, sajnos ki kell mondani, rá tudj venni arra, hogy ő felálljon a képernyő vagy az okos telefon mellől, és eljöjjön húsvér emberek közé egy közösségi programba. Meg lehet csinálni, amúgy meg lehet csinálni, de nagy kihívás. És itt jön az, hogy akkor miért mondjuk egyáltalán a közösségi oldalakra azt, hogy használhatóak. Azért, mert ez is olyan, mint nagyon sok egyéb dolog az életben, lehet használni jól, és lehet használni rosszul. Lehet használni gonosz dolgokra, lehet használni ostobaságokra, időfecsérlésre, és munkába lehet állítani, hogyha az ember okosan használja. Mi két ilyen oldalt is kezelünk. Az egyik az inkább a turisztikai tevékenységünkhöz kapcsolódik, a másik viszont kifejezetten, ugye a Bélapátfalvai programok néven a helyi lakosokat szólítja meg. Az első perctől kezdve törekszünk arra, hogy ez ne egy egyoldalú történet legyen. Tehát mi nem csak információt közlünk, nem csak tájékoztatunk, hanem mindenkit bíztatunk arra, hogy vegyen részt a párbeszédben velünk. Kérjük a kommenteket, kérjük akár segítő, akár... Hát azt nem mondom, hogy kérjük a negatív kommenteket, de ha jönnek, hát azt is felfogjuk úgy, hogy segítő szándékkal jönnek, de szóljanak hozzánk, kezdjünk el beszélgetni, segítsenek, ötleteljünk együtt, mert ez mind előre vezet. Egyszerűen nem lehet kikerülni a közösségi oldalaknak a jelentőségét. Az, hogy mi fölteszünk egy posztot, például egy bélkői túrával kapcsolatban, és azt másnap délelőtre 15 ezer emberhez jut el, ezt semmi mással nem tudnánk elérni. Semmi mással. Azt, hogy én 2 perc alatt meg tudjam szólítani, meg tudjam fogni, utó tudjam érni azt az embert, az semmi mással nem tudnám elérni. A legextrémebb elérésünk különben, ezt még elmondom, ez az anyatáborunkhoz kapcsolódó plakátnak a mutató száma volt, amit 285 ezer ember látott. És ott azért mi is azt mondtuk, hogy hú. Úgyhogy mi ezt az oldalt is beállítottuk a csatarendbe, és használjuk, és például zseniálisan működött a közös sütögetésen, amivel beneveztünk a közösségek hetének a programsorozatába. Például mi Facebookon keresztül sütögettünk, de erről majd szerintem a későbbiekben még lesz szó, úgyhogy erről egyelőre ennyit. És amit még... muszáj elmondanom, már csak amiatt is, mert érinti az egyetemistákat is, az, hogy mikor tud egy település lakossága, egy közösség igazán jól működni a település érdekében, akkor, hogyha szereti a települését. Akkor, hogyha akar is dolgozni a települése fejlődése érdekében. És mikor szereti igazán a települését? Akkor, hogyha értékelni tudja. És mikor tudja értékelni? Akkor, hogyha ismeri az értékeit. És ha most azt mondom visszautalva, ugye ott a legelső mondataimra, hogy valamikor az embereknek volt a cementgyár, meg volt a nagy templom, innen indultunk, és akkor én azt mondtam, hogy olyan épített és természeti értékekkel rendelkezik Bélapátfalva, miért sok település kezét, lábát törné, és hogy építsünk ezekre, és ismertessük meg ezeket, ugye nem csak a turistákkal, hanem bizony magukkal, a helybéli emberekkel is. Mert az, hogy például az apátság tekintetében sikerült eljutni oda, hogy valamikor nagy templomként emlegetve ott van az erdőben, és akkor egy évben egyszer kimegyünk a búcsúi miséjére, onnan eljutni oda, hogy most már olyan büszkék erre a templomra, mint senki más, hogy ide szervezzék az osztálytalálkozóikat, hogy ide hozzák a rokonságot kirándulni, hogy külföldi ismerőseiket invitálják arra, hogy gyere, mert egész Európában nem látsz ilyet.
ahhoz bizony olyan 3-4 év munkája vezetett. Az, hogy rágyönyörödjenek, és muszáj ezt a kifejezést használnom megint, mert ezzel a múltkor is nagy sikert arattam, de szerintem ennél jobban semmi nem fejezi ki. Tehát, hogy rágyönyörödjenek arra a rengeteg értékre, amivel például Bénapátyfalva rendelkezik. Az, hogy egy helyi értékleltárba, és ugye itt kapcsolódunk az egyetemistákhoz, akik tavaly nagyon sokat segítettek nekünk a helyi értékleltár összeállításában, illetve abban, hogy a helyi értéktárunkba bekerült 12 értékünk, a megyeibe pedig 5, és még folyamatban van a többinek a felterjesztése, feldolgozása. Hogy eljussunk oda, hogy a Bélkőhegy az nem csak egy hegy, ami követ ad a szemengyártáshoz, hanem azt tudjuk rá mondani, hogy Magyarország egyetlen komplex típusú tanösvénye, hogy az apátságunk az Magyarország egyetlen épségben maradt középkori ciszterci apátsági temploma, hogy ott van a horgásztavunk, ami mostánra horgászparadicsom lett, és a kirándulók imádják. Azt, hogy azt tudjuk mondani, hogy a Szent Anna kápolna, a Giritka kápolna bekerül a köztudatba, és indulnak az zarándoklatok, és felfedezik maguknak az esküvősök, a túrázók, ugyanúgy, mintha itt lenne a település szélén, és nem bent a két település között az erdősűrűjében. Az, hogy most már a bélapátfalvai kemény cserepekre olyan módon legyenek büszkék, hogy ide hívják a rokonaikat, ismerőseiket, és a gesztenyés kiállítóházba hozzák boldogan, hogy megmutassák nekik, és folytathatnám tovább. Ehhez mind az kellett, hogy rá tudjuk nyitni a szemüket ezekre az értékekre, és innentől viszont, hogy büszkék rá, innentől egészen más, hogy viszonyulnak a saját településükhöz is. Mert szerintem ez az alap, és ez a legelső, hogy az az ember szeressen ott élni azon a településen, értékelje, ismerje az értékeit, akarjon dolgozni, tenni érte, és a többi emberrel együtt is jó kijöjjön, és jó viszonyt ápoljon. Aki ezen a területen dolgozik, tudja, hogy ennek a munkának nincsen vége. Tehát ennek soha nincs vége, nem fog eljönni egy olyan pillanat, amikor elégedetten hátra tudunk dőlni, és azt tudjuk mondani, hogy akkor készen vagyunk. Messze még a vége, és a magunk részéről ez a 2020, ez bizony nekünk egy nagyon erős gyomros volt. Én tudom, hogy mindenki síngli világszerte, nem csak Európában, Magyarországon, és mi itt Bénapátfalván, de mi pontosan ott tartottunk ebben a közösségépítési folyamatban, amikor így 3-4 év elteltével már látszottak az eredmények, és már megvoltak az alapok. És azt mondtuk, hogy na innen már csak fejlődni kell felfelé, és jött a 2020 és a pandémiás helyzet, úgyhogy csak abban tudunk reménykedni, és dolgozunk azért még így is ezek között a körülmények között is keményen, hogyha nem ha, hanem amikor ennek a helyzetnek vége lesz, akkor azért ott tudjuk folytatni, ahol elkezdtük, mert hogy nagyon hosszú út áll még előttünk. Nézem közben az órát, tehát nagyjából abban az időben, ami az én rendelkezésemre állt, én ennyit tudtam elmondani az elmúlt 4 évnek a munkájáról. És ha jól tudom, akkor a végén fogunk még egy kicsit beszélgetni, úgyhogy oda is tartalékoltam egy-két témát. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy tudtam egy pár használható dolgot mondani nektek. Nagyon szépen köszönjük, Edit. Jól éreztük magunkat Bélapátfalván, szinte éreztem a kalács ízét a számba, amit a közösen létrehozott kemencétekbe sütöttetek, majd reméljük, hogy egyszer igaziból is megtörténik ez. Most egy kicsit búcsút intünk akkor Bélapátfalvának egy időre, és igen, ahogy említette Edit, ezt elfelejtettem az elején mondani, hogy az előadások végén az előadóinkkal egy közös beszélgetést tervezünk, ami során már kifejezetten erre az újonnan felállt helyzetre tekintettel fogunk egy kicsit beszélgetni arról, hogy mit is kezdtek ezzel a helyzettel ők nagyon találékonyan.
Bélapád falváról tovább utazunk, beülünk virtuális buszunkba, és tanulmányutunkat Cegléden folytatjuk, ahol Kottes Anikó vár minket, a Fecske Egyesület elnöke, aki lehet, hogy rácáfol Edith mondatára, aki azt mondta, hogy egy fecske nem csinál nyarat, mert Anikó szerint egy fecske is csinálhat nyarat, úgyhogy szeretettel átadom a szót. Köszönöm szépen a szót is, és azt is, hogy kiemelted ezt a számomra fontos mondatot, mert szerettem is volna reflektálni, ugyanis Edith két dolgot is említett, ami számomra nagyon fontos, de még mielőtt belekezdek, azelőtt bemutatkozom mindenkinek. Engem Kottes Anikónak hívnak, és igen, valóban a Fecske Egyesületnek vagyok az elnöke. Sok egyéb kalapomon sok egyéb kalapomat egybegyúrva, talán ez az egyik legfontosabb, amit említhetek. És ami még egy ilyen kapcsolódás, és arról majd szintén fogok beszélni, lényegében az aktualitását az előadásomnak az adta, hogy idén júliusban végeztem az Eszterházy Károly Egyetem közösségszervezés szakán, levelező szakon, és Rakusz Márta volt a szakdolgozat témavezetőm, és nagyon hálás vagyok, hogy azt, amit egyébként én 4 éve a gyakorlatban csinálok, azt az ő inspirációjában, vagy inspirációja által egy kicsit tudományos köntösbe foglalhattam, úgyhogy nagyjából ez így fogja adni a keretét az én előadásomnak. De még mielőtt belefogok, azelőtt így az Edithnek két mondatára reflektálnék, mert nagyon fontos szerintem, vagy számomra legalábbis nagyon megragadó volt. Az egyik ugye ez, hogy egy fecske nem tud nyarat csinálni, én pedig azt gondolom, hogy az egész szakmánk, ez a közösségszervezés pontosan arról szól, hogy mi mindannyian a magunk nemében egy fecskék vagyunk, és hogy valójában nélkülünk ez, valljuk be őszintén, és az álszerénységet mellőzve, nélkülünk nem tudna létrejönni, és pontosan ez az, ami valahol egy tüzet ad a mikroközösségeinkbe, ami majd utána persze együttműködéssel és ennek a lángnak a továbbvitelével tovább tud élni, viszont kell egy mozgatórugó, aki elindítja ezt a dolgot, és talán nekünk a legfontosabb feladataink közé az is tartozik, hogy ezeket a mozgatórugók, egyrészt mi legyünk ezek a mozgatórugók, másrészt meg tudjuk találni a társainkat ebben. Úgyhogy én ezt így reflexióként még az első mondataim közé beleilleszteném, illetve elhangzott egy számomra szintén nagyon fontos dolog, amit a munkám során legeslegelső pillanatban megfogalmaztam, az pedig ez a végre történjen valami. Teljesen mindegy, hogy mi és hogyan és milyen eszközökkel, vagy milyen módszerekkel, de valami történjen, és tulajdonképpen ez adja a közösségeknek az erejét. Legalábbis én így gondolom, hogy amikor elkezdtem közösségekkel tudatosabban foglalkozni, akkor ez volt az elsődleges, hogy például nyüglődtek a gyerekeim, amikor bejöttek a közösségi térbe, hogy jaj, Cegléden nincsen semmi, nem történik semmi. Hát akkor csináljatok! Ez az elsődleges, hogy ha nem történik valami, akkor nekünk kell azt a történést létrehozni, úgyhogy tényleg így ennyi kis kitekintést az én mondandóm előtt, és most próbálok a technikán úrrá lenni, mert itt próbálgattuk már ezt a dolgot, de igyekszem, mert hogy készültem egy PPT-vel, hogy a képek beszéljenek helyettem, és ne csak én, mert azt gondolom, hogy az én munkámnak a legnagyobb erejét az adja, hogy ezek a közösségek élnek, és a létrejöttük adja a legitimálását tulajdonképpen annak, hogy én így itt lehetek, és ezt elmondhatom, ezt az előadást. Reméljük, hogy betölti minél hamarabb a képeket. Bocsánat a technikai malőrökért. Igen, tehát hogy ahogy említettem, az Eszterházy Károly Egyetemen végeztem idén, és maga a szakdolgozatom az tulajdonképpen egy innovatív módszerekkel megvalósuló ifjúsági közösségfejlesztésről szól. Ennek a hátteréről írtam, de én ebben most annyira nem mennék bele. Az a pikantériája a dolognak, hogy az ifjúság szakmát és a közművelődési területet próbáltam különböző módszerekkel összeolvasztani. Az egyik ilyen módszer volt az önkéntesség, és hát majd fogok minden
ilyen hozzá, vagy járulékos dologról beszélni, ezeket a szövegeket átugrom. És akkor ide kerültünk most az első pillanatba a kezdetekhez. Én kaptam egy lehetőséget 5 évvel ezelőtt, amikor is megnyílt Cegléden az Új Nemzedék Központnak egy közösségi tere, és ez a közösségi tér egyedülálló módon jött létre az országban, ugyanis mindenhol megyeszékhelyeken alakítottak ilyen közösségi tereket. Egyetlen vidéki iroda volt az, ami a ceglédi iroda. Ez majd későbbiekben azt eredményezte, hogy sokkal nagyobb befogadó képessége volt a helynek, illetve sokkal nagyobb létszámot tudtunk elérni, mint a megyeszékhelyen, ugyanis valahol azt tudnám megfogalmazni, hogy így kisebb településen könnyebb közösségeket megmozgatni. Igazság szerint itt indult az egész történet, mint egy ilyen klub jelleget vett át. Ugye az Új Nemzedék Központnak alapvetően vannak célkitűzései, az önkéntességre nevelés, társadalmi szerepvállalás erősítése, ifjúsági szolgáltatások nyújtása, alacsony küszöbű szolgáltatások nyújtása, de hogy volt ez a közösségi tér, ahol ezek a programok megvalósulhattak. És akkor itt elkezdtünk többen gondolkodni abban, hogy hát az elején így én voltam az egyetlen fizetett munkatárs, és közben még én tanítottam, mert hogy tanári végzettséggel rendelkezem, és a tanári végzettségem kapcsán ugye középiskolában kezdtem tanítani, és az ottani diákjaimmal elkezdtünk ötletelni, hogy mi lenne, hogyha lenne egy olyan hely, ami csak értetek van, egy szabadidős foglalkozásokra alkalmas hely, egy klubfoglalkozásokra alkalmas hely, ti mit csinálnátok vele? És a kezdetektől fogva én ezekre az ötletekre építettem minden egyes aktivitásunkat, és minden egyes megvalósulásunkat. És ez azt eredményezte, hogy a fiatalok elkezdték saját maguknak érezni a dolgokat. Igazából eleinte csak bejöttek a suli után, lepakolták a táskájukat, ittak egy teát vagy egy kávét, elkezdtünk beszélgetni. És akkor jöttek ezek a mondatok, amiket az előbb is említettem, hogy jaj, mert itt nem történik semmi. Közel vagyunk ugye sokszorosan hátrányos helyzetű település, mert hogy közel vagyunk Budapesthez, közel vagyunk Szolnokhoz, Kecskeméthez, így a nagyobb városok így elviszik a fiataljainkat, ugyanakkor egy érdekes ilyen másik aspektus az, hogy a környékbeli kis településekről, falvakból pedig ide vonzák az iskolák és egyéb programok a fiatalokat. Tehát, hogy egy ilyen kettős funkciót lát el a településünk, és hát ezzel gondoltuk, kezdünk valamit. Nagyon viszonylag hamar felébredtünk, hogy ezzel, mivel az Új Nemzedék egy pályázati kereten belül működő dolog volt, ezért muszáj, hogy kezdjünk valamit vele. Elindítottuk viszonylag hamar a civil szektorban való működésünket, viszont nagyon-nagyon sok idő volt az átfutási ideje a cégbírósági bejegyzésünknek, úgyhogy a Fecske, mint egyesület, gyakorlatilag cégbírósági szempontból tavaly októberben jegyződött be, holott már egyébként megelőzte legalább egy 2,5-3 éves szakmai munka az előkészítését. Egyébként még nem beszéltem arról, hogy mi is ez a Fecske név, ez a Fiatalok Együttműködése, a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület. De tulajdonképpen a Fecske kifejezésből és az Esfecske is tud nyarat csinálni kifejezésből indultunk ki, csak szerencsére sikerült egy olyan mozaik szót ráilleszteni, ami egyébként a szakmai tartalmát is megadja ezeknek a dolgoknak. Nem mellesleg, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy már elég régóta működő ifjúsági önkormányzata van Ceglédnek, ez az úgynevezett CIÖK, mi csak így hívjuk, hogy a CIÖKÖSÖK. Ez tulajdonképpen a Ceglédi Ifjúsági Önkormányzat, az önkormányzat, hát egy ilyen háttérintézményeként egy érdekképviseleti funkciót látna el, viszont eddig nem volt teljesen rendbe téve a szakmai háttere, úgyhogy elkezdtünk ezzel is foglalkozni, mint egy ilyen szervezeti mentorálásként jelent ez meg, mint ahogyan később ilyen szép kifejezéseket találtunk a szakmai munkánkra. És tulajdonképpen az ifjúsági önkormányzat az akkor, amikor én is kamasz voltam, ezelőtt körülbelül 10 évvel, vagy 12, elindítottak sőt, idén volt 9 éves az utcazene fesztivál, mert hogy amikor én kamasz voltam, akkor nagyon sok zenekar volt, ilyen feltörekvő kis garázszenekarok voltak Cegléden,
és nem volt fellépési lehetőségük, és az akkori diákönkormányzat erre reflektálva létrehozott nekik egy programsorozatot, ami igazából egy nap a tavaszi időszakban egy fesztivál, egy utcazene, úgynevezett utcazene fesztivál, ez a Veszprémi utcazene fesztivál, hát ilyen vidékiesített más a tulajdonképpen, ők így jelent meg legalábbis, és különböző helyszíneken a zenekarok fellépnek a városban. Ugyanakkor az ifjúsági önkormányzatnak nem volt elég költségkerete arra, hogy ezeket a programokat megvalósítsa teljesen önállóan, így az akkor még városi programszervezés, illetve a későbbiekben a Kossuth Művelődési Központ rendezvényes csapata volt az, aki ebbe bekapcsolódott, és egy kétnapos fesztivál egyik kísérő elemeként tekintettek a rendezvényre, de mindvégig megmaradt az a funkció, hogy az ifjúsági önkormányzat fiataljai azok, akik leszervezik a magát a fesztivált, a fellépőket, illetve önkénteskednek azon a napon, amikor a fesztivál megvalósul. Ez már egy ilyen hagyomány volt, amikor igazából az Új Nemzedék Központ elkezdte a működését, és akkor megkeresett az akkori ifjúsági önkormányzati koordinátor, hogy hát az a helyzet, hogy nem nagyon tudják létszám hiányában megvalósítani az eseményt. Voltak páran az ifjúsági önkormányzat tagjai, viszont ugye itt iskolai delegáció történik, mint egy jól működő érdekképviseleti szervnél, és hogy olyan vannak delegált tagok, illetve mandátummal rendelkező tagok, viszont ez nem elég ahhoz a nagy, mert hogy túlnőtt gyakorlatilag rajtuk a rendezvény, szerencsére, és akkor itt kértek meg minket, hogy mi azért elég sokan vagyunk, mint az Új Nemzedékbe járó fiatalok, tudnánk esetleg segíteni, és akkor itt volt egy fordulat, ez 2017 tavaszán történt, itt történt egy fordulat, amikor is 40 fiatallal elő tudtunk állni, és ők az önkéntes munkájukat bele tudták tenni ebbe a fesztiválba. És akkor itt indult egy ilyen hosszabb távú együttműködés a közművelődési szakterületet ellátó szervezettel, ugye a Kossuth Művelődési Központtal, és onnantól kezdve minden egyes fesztiváljukra jelentős számú önkéntest tudtunk előállítani. Ez nagyjából mostanra odáig forrta ki magát, hogy egy ilyen hétvége alatt egy olyan 40 és 60 óra közötti önkéntes tevékenységet, és körülbelül egy ilyen 3 és 500 ezer forint értékű munkát végeznek el a fiatalok teljesen önkéntes alapon. Úgyhogy ez a fesztivál önkéntesség, ez eléggé beindult. Természetesen nekünk is van ilyen húzóerőnk, illetve mézes madzagunk, mint 50 óra közösségi szolgálat, de igazából most már az önkénteskedőink nagyon kis százalékát teszik ki az 50 órázni vágyók. Igazából már megvan egy olyan mag, akik tenni akarnak, de erről majd később még beszélek. És akkor ugye elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne ezt az érdekképviseletet tulajdonképpen még nagyobb ívűvé tenni, vagy még inkább működőképessé. És akkor hát jött az ötlet, hogy ugyanis, ugye, ahogy említettem már, én az Eszterházy Károly Egyetemen tanultam, és volt egy ilyen gyakorlati, hát egy gyakorlati feladatunk, és egy programszervezés volt, és kitaláltam, hogy hát akkor mi lenne, hogyha, vagy hát a fiatalokkal együtt kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha tartanánk egy ifjúsági fórumot. Kecskeméten is, Szolnokon is jól bevált módszere van ennek, ahol is minden egyes tavasszal és ősszel összehívják az iskolákból a fiatalokat, egy ilyen kisebb fajta delegációt, és az őket érintő kérdésekben, az őket érintő témákban egy előadást hallgathatnak meg, illetve későbbiek során egy ilyen délutáni fejlesztő foglalkozáson vehetnek részt, workshopokon, inkább egy ilyen beszélgetés, tréning módszerekkel megvalósuló eseményen vehetnek részt a fiatalok, és ez a tudatos fejlesztés nagyon, nagyon jól működik, tehát, hogy azt láttuk így a másik települések mintájából, hogy igazából itt a fiatalok valahogy így a szemléletformálódás gyorsabban véghez megy, mint hogyha mi ezt a klub jelleget megtartjuk, és nap mint nap leülünk, és beszélgetünk, és a többi. Itt viszont egy ilyen koncentráltabb, tudatosabb tartalmat tudnak magukévá tenni. Úgyhogy így megvalósítottuk 2019. április 9-én az első Cegléd Ifjúsági Fórumot, mert erről mutatok képet, mert óriási nagy
eseményként tekintettünk rá. Tehát így kezdődött az érdekképviseletnek a felfejlesztése. Itt most aktuálisan nagyon sok minden történik így a CIÖK oldalon, mert hogy most éppen pont a testületi előterjesztésben van benne az ifjúsági önkormányzat szervezeti működési szabályzatának a módosítása, ami szintén a mi nevünkhöz köthető, vagy hát így a mi segítségünkkel valósult meg, illetve a fiataloknak az érdekképviseleti fejlesztése, hogy tudjanak bemenni a bizottsági ülésekre, testületi ülésekre, hogy a saját korosztályukat képviselni tudják. Úgyhogy ez egy ilyen egyik szála gyakorlatilag ennek. És akkor ami az igazán fontos, vagy ami igazán a velejét adja ennek az egésznek, az pedig az, hogy tavaly nyáron pontosan az első ceglédi fórumnak a megszervezésén felbuzdulva az Új Nemzedék Központ egyik felnőtt képzési akkreditált képzését igénybe véve, ez a kortárs mentorok fejlesztése elnevezésű program, le tudtuk hívni így a fiataljaink számára, úgyhogy 10 részt is vettek rajta. Erről még majd később beszélek bővebben. És akkor hát ott, itt így folyamatosan történtek ezek a fordulatok, különböző ilyen első dolgok köthetőek a nevünkhöz, és hát nyilván az nem elhanyagolható, vagy nem elfelejthető szempont, hogy nagyon jó együttműködéseink vannak a különböző helyi ifjúsági kezdeményezésekkel, amik egyébként kevesen vannak ahhoz képest, hogy 40 ezer fős településről beszélünk, és körülbelül egy olyan 5-8 ezer fiatal tanul Cegléden, tanul és vagy dolgozik, és vagy él Cegléden. Ahhoz képest van 3 ilyen szervezet, a Cserkészek, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület ifjúsági tagozata, illetve ugye most már a Fecske és a CIÖK az, akik ezt így képviselik. Ugye magunkat nem számoltam el, tehát akkor 4 ilyen szervezet van, illetve volt még egy ifjúsági könyvtárunk, ahol nagyon jól működő közösség volt. Úgyhogy próbáljuk ezeket is így, ezeket a lehetőségeket megtalálni, de a legnagyobb stratégiai partnerünk és a legnagyobb segítségünk pedig természetesen a Kossuth Művelődési Központ és az ottani vezetés, illetve a szervezői csapat, úgyhogy őket nagyon szoros együttműködésben tartjuk, illetve egymásra nagyon támaszkodunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jövőképet meg tudjuk fogalmaztatni a fiatalokkal, hogy tulajdonképpen ők mit szeretnének, és a szakdolgozatomnak egy jelentős részét ez a fajta kutatás adta, ami 249 kitöltésre adott lehetőséget, úgyhogy ezt nagyon szívesen megosztom bárkivel, hogyha esetleg érdekes lehet. Nagyon fontos, és akkor most itt megmutatom a képeket, amik igazából a lényegét adják a munkámnak. Ez az első ceglédi fórumon készült, ez a fotó, ahogy láthatja is a néző közönség, rengeteg fiatal tudtunk megszólítani. Igazság szerint én egy olyan 80 fiatalra számítottam, viszont a várakozások ellenére egy 150 fiatalt sikerült bevonni ebbe a programba. Itt kaptunk a nap végén visszajelzéseket, hogy a World Café módszerek, a délutáni egyéni fejlesztések voltak a legnépszerűbbek a számukra, illetve az ebéd természetesen, mivel után kamaszokról beszélgetünk, és itt alatta látható egy, kértünk szavakat, hogy mit jelentett számukra ez a nap, így a Mentimeter visszajelző rendszeren keresztül, és hát itt többször megjelenik a kaja, az igazolás, hogy ugye aznapra nem kellett iskolába menniük. Új emberek, új ismerettségek, közösség, több fiatalunk van, akik itt kapcsolódtak be a mi munkánkba. Aztán a munkánk tulajdonképpen lényegi részét adja, ahogy az első képen látható, itt a kék pólóba, ahogy vagyunk, ez hát így a tavalyi 2019-es Utcazene Fesztiválnak a megvalósulása, 62 önkéntes, közel 20 helyszínen valósította meg ezt a programot. Városon belül ők a kék pólósok, csak az önkéntesek, ehhez jöttek még hozzá ugye a zenekarok, illetve azok a szervezők, akik a műfáz keretein belül dolgoztak. Szerintem ez így a legnagyobb eredmény, hogy így a fiatalok ennyire aktívak és ennyire lelkesek.
Nem mellesleg egyébként az ilyen mostani információ, a pandémia időszak alatt nem szervezhettük meg az Útzene Fesztivált, viszont nyárra egy ilyen három alkalmas sorozaton belül valósítottuk meg ezt az eseményt, és nagyon jó érzés volt végigmenni úgy az utcán, hogy gyakorlatilag 4 évvel ezelőtt ennek nem volt kultúrája, és most pedig, vagy legalábbis nem volt az emberek számára ez ennyire egyértelmű, és most pedig végigmentem az utcán, és akkor a fiatalok, számomra ismeretlen fiatalok pedig azt susmorogták így egymás, hogy jaj, látod, milyen helyes az az önkéntes fiú? És hogy tudja, hogy ezen a rendezvényen az, aki ott van, ő felelősséget vállal a zenekarokért, hogy ő egyébként önkéntes, és hogy ez így úgymond, hát, hogy ilyen slendriánul fogalmazok, de fiatalosan, hogy menő lett az, hogy önkéntesek látják el a fesztiválon ezeket a háttérmunkákat. Úgyhogy ez egy ilyen hatalmas nagy visszajelzés számunkra, de azt gondolom, hogy ezek a képek önmagukért beszélnek. A következő képen, ahol itt különböző jelmezben láthatóak a fiatalok, ez pedig a ceglidi gyereknapnak az egyik ismér, vagy a nagyobb fiatalok, a kamaszabb fiatalok, beöltöznek különböző mesefigurának, és így lehet velük a kicsi gyerekeknek fotózkodni, játszani, különböző programokat valósítanak meg az eseményen belül, és erre javarészt vállalkoznak is örömmel a kamasz fiatalok, pedig szerintem egyébként ez egy nagyon nagy határátlépés, ugyanis a fiatalok ebben az időszakban szégyellősek, zárkózottak, úgyhogy az, hogy így felmernek venni más alakot, mint egyébként a sajátjuk, az szerintem egy hatalmas nagy dolog. A következő képen az Eurodesk partnerségünknek egy képzési alkalma látható, ugyanis bekapcsolódtunk a nemzetközi mobilitás terjesztésébe, úgyhogy most már mi is Eurodesk multiplikátorok vagyunk, és terjesztjük azt, hogy hogyan lehet és milyen nemzetközi lehetőségeket igénybe venni a fiatalok számára. Ezeket az alkalmakat nagyon-nagyon élvezik, mert olyan fiataljaink is vannak, akik máshogyan, más lehetőséggel nem tudnak külföldre utazni, és ez az egyetlen módjuk arra, hogy anyagilag megvalósult külföldi utazáson vegyenek részt, úgyhogy ezért nagyon szeretik ezeket az előkészítő folyamatokat. Több ilyen nemzetközi lehetőség is folyamatban van, ami szintén a pandémia miatt most jelen pillanatban áll. Aztán az utána következő képen, ahol itt ilyen főzés meg erdő van, az a Laska Fesztivál főzőversenyén egy ilyen csapattal neveztünk. Úgy egyébként, ez nagyon fontos hozzátenni, hogy mellette párhuzamosan vagy szimultán a csapat egyik része pedig önkénteskedett, tehát hogy ők be voltak osztva munkára, idézőjelbe, tehát önkéntes munkára, és közben ennyien pedig főzték a fiatalaskát, mert ez lett a fantázia neve az ételünknek. Úgyhogy az utolsó képen pedig az első ceglédi autós mozi, itt az elsők sorát folytatnám ezzel, az első ceglédi autós mozi, ami fiatalok találmánya, szervezése, ötletelése, ami a hát sokszoros együttműködésben folyt a Ceglédi Városi Televízióval, a Ceglédi Városi George Pál Filmszínházzal, a Kossuth Művelődési Központtal, tehát egy ilyen nagy összefogás volt. Az ifjúsági önkormányzat is beleszállt, illetve a Fecske, tehát hogy ez egy ilyen nagy léptékű és volumenű dolog volt, ahol szintén hát egy ilyen hat alkalmas vetítési sorozatot tudtunk megvalósítani autókkal, és hát körülbelül egy olyan 120 résztvevőt tudtunk szintén elérni. És akkor, ami egy nagyon fontos fordulat a mi közös életünkben, az pedig Bogács, illetve a Bogácson történő kortársmentor képzés, amit már említettem is korábban. Itt 10 fiatal volt az, akik önként vállalták azt a fajta megmérettetést, hogy ők egy csapattá válva a városi fiatalságért szeretnének tenni. Ahogy láthatják is a képeken, elég vegyes a csapat, vannak köztük fiatalabbak, idősebbek, de igazság szerint nagyjából tényleg most már így egy év távlatából el tudom azt mondani, hogy igazi, valódi csapattá váltak. A képzés végén egyet kértem tőlük, volt egy projektfeladatuk, amit meg kellett valósítani, és azt kértem tőlük, hogy egy éves tervet tegyenek össze, amit ők úgy gondolnak, hogy meg is tudnak valósítani.
Egyébként ez azért lett egy ilyen 80%-os teljesítettségű, mert hogy ugye közben jött a vírus, de amit a februári időszakig ők kitűztek maguknak, azt maradéktalanul és teljes mértékben meg tudták valósítani. Kezdve itt a Kossuth Művelődési Központtal való együttműködéseket, a 72 óra kompromisszum nélkül bevaló bekapcsolódást, de majd mindjárt még mutatok erről képeket. Itt eltöltöttünk egy ilyen 4 napot, ahol ők elég intenzíven kapták a szakmai feladatokat, illetve a szakmai részeit ennek a dolognak, viszont mindeközben, hogy együtt dolgoztak, csapattá váltak. És én azt gondolom, hogy vagy hát igazi közösségé, mert hogy volt egy cél, és nagyon sokszor megfogalmazták, hogy azért más a közösség, és más a baráti kapcsolat. Persze közösségen belül is lehetnek baráti kapcsolatok, de valahogy más. És akkor beszélgettünk nagyon sokat erről velük, hogy szerintük mi az, amiben ez mégis más. És valahol azt fogalmazták meg, hogy a közös cél az, ami összép fogja őket. Tehát tényleg az történt, hogy barátságoktól függetlenül meg tudták egymásnak mondani a véleményt, hogy jó, ti elmentetek sütizni nélkülünk, nekünk ez nagyon rosszul esett, és szeretnénk kérni, hogy legközelebb minket is hívjatok el süteményezni. És hogy szerintem ez egy hatalmas nagy dolog, hogy őszintén önmagukat vállalva fel tudják vállalni a véleményüket, és meg tudják egymásnak mondani sértés és megbántás nélkül, teljes asszertivitással, hogy így fogalmazzak. Ez egy nagyon nagy dolog ezeknél a fiataloknál, én úgy gondolom. És akkor amik azóta a mentorképzés után történtek, azok folyamatosan minden szombaton, vagy minden hónap egyik szombatján történtek ilyen mentorálási alkalmak, mentorálási hétvégék, ahol összegyűlt az egész csapat, és újakat vontak be, és játék- és élménypedagógiai módszerekkel próbáltak együtt ötletelni, játszottak, beszélgettek, közösséget formáltak, közösséget fejlesztettek tulajdonképpen. Bekapcsolódtunk a 72 óra kompromisszum nélkül rendezvénybe, ugye szintén az éves megszokott önkéntes tevékenységeinket folytattuk továbbra is. Konferenciákra jártak ők maguk is el, illetve mentünk közösen is, tehát hogy egy hatalmas nagy élmény az, hogy ezek a fiatalok 15-6 évesen olyan szakmai megnyilvánulást tettek egy-két konferencián, például a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak konferenciáján, vagy Eurodesk-es szervezésű konferenciákon, amik igazán példaértékűek voltak. Ugyanis tényleg így többen felfigyeltek arra, hogy hú, kik ezek a fiatalok, hogy így megmernek szólalni, és merik a saját véleményüket vállalni. Tehát, hogy tényleg nagyon, nagyon nagy büszkeség ez egy közösség fejlesztőnek, hogy már nélküle is működik, és nem kell szócsőnek lenni. Illetve amiről nem tettem ide képeket, az az idén tavasszal megszervezett, szintén első ceglédi ifjúsági bálunk, amit hát csodálatos módon körülbelül egy olyan másfél hónap alatt sikerült megszervezni, és ami még csodálatosabb, hogy erre a rendezvényre 250 fiatalt sikerült elérni összességében, és nagyon-nagyon nagy fordulat volt ez, nagyon nagy visszajelzéseket kaptunk annak tekintetében, hogy a fiataljaink mennyire tehetségesek, mennyire ügyesek, hogy ilyet meg tudnak valósítani, ugyanis minden adományokból érkezett, illetve mindent, hát, hogy így fogalmazok, ők kilincseltek ki. Tehát mentek vállalkozókhoz, mentek különböző, tényleg az egész képviselőtestületnek ment ki e-mail, mentek ki magánszemélyeknek üzenetek, mentek ismerősi kapcsolati tőkéből kifolyólag különböző helyekre a fiatalok, úgyhogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy hát majd, hogy nem 0 forintból indultunk, és egy ilyen jótékonysági
bált terveztünk, és nagyon érdekes az élet, mert hogy a tehetséges fiatalok anyagi támogatását tűztük ki célul, és hát ugye a COVID-helyzetben ez pontosan megvalósult több esetben is, hogy fiatalokat kellett anyagilag támogatnunk, és én azt gondolom, hogy semmi nincsen véletlenül, tehát hogy a befolyt összeg az nagyon nagy segítség volt ilyen szempontból, hogy tudtuk a fiataljainkat támogatni, és tényleg rengeteg támogatónk volt. Tombolát is szerveztünk, úgyhogy ott is egy ilyen nagyon innovatív dologgá nőtte ez tulajdonképpen ki magát. És hát ugye tavasszal jött ezt követően, ami ugye a tehát hogy mi egy februárban a csúcson szinte az utolsó rendezvények egyike volt a miénk, és hát ott tudtuk így abba hagyni, és nagyon nehéz volt ezen a csúcson, amikor az ember elvégez egy feladatot, és így ilyen megelégedve van, akkor utána is szeretném még tovább, és akkor nyilván kellett egy ilyen elcsendesedési időszak arra, hogy ezt így átgondoljuk, hogy mégis hogyan tovább. Ezért például a tavaszi ifjúsági fórumunk az sajnos el is maradt, mert nem tudtunk olyan gyorsan reagálni a pandémiás helyzetre, akár így online fórumokon, úgyhogy most fogjuk ezt kipróbálni élesben az őszi fórumon. Illetve, amit még nem említettem, de ezt a végére tartogattam direkt. Egy év munkája alatt a 10 kortárs mentor újabb mentorokat toborzott, konkrétan 14 főt, és most annyira friss az élmény, hogy vasárnap este értünk haza, itt egy környékbeli vadászházban voltunk a különböző támogatások segítségével, megkaptuk ezt a helyet, és hát kint voltunk ezen a mentorképzésen, ami pedig egy óriási nagy dolog, ugyanis 22 fiatal vett részt ezen a rendezvényen, ahogy itt látszik is a képeken, mert hogy a meglévő 10 mentorból 8 az, aki továbbra is tudja vállalni ezt a fajta munkát, illetve a további 14 fiatal, akiket most toboroztunk, és akik közül remélem, hogy egyeketten hallgatnak is bennünket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy közösségszervezőnek ennél nagyobb dolog, és ennél nagyobb visszajelzés nem kell a munkájához, mint látni ezeket a csillogó szemeket, és azt, hogy tulajdonképpen nélküle is folyik ugyanúgy a munka. Természetesen ott vagyok, és jelen vagyok, és igyekszem ezt minél inkább szakmailag támogatóan, és egyre profibban segíteni őket a munkájukban, de szerintem a számok, és a tekintetek, és a tett vágy, a tűz a szemükben többet mondanám, mint amit én tudok erre mondani. Gyakorlatilag a képzés felépítése az ugyanúgy nézett ki, mint tavaly Bogácson, viszont nyilván itt a 14 fő, ők azok, akik most részt vettek ebben, és azt a háttérmunkát, mint az élelmezés, a mindenféle infrastrukturális háttér biztosítása, tehát ugye a tavalyi végzett mentorok azok, akik végezték. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy ez egy óriási, óriási nagy dolog a mi életünkben, főleg úgy, hogyha a bírósági bejegyzést nézzük, akkor egy éves az egyesületünk, nyilván ezt megelőzte egy hosszabb távú szakmai munka, viszont én azt látom, hogy a fiatalok mindamellett, hogy persze van közös munkájuk, közös céljuk, önkéntes tevékenységeket folytatnak, felelősek a társadalmukért, tulajdonképpen mégis a legnagyobb dolog az, hogy egy hatalmas nagy önfejlődési folyamaton mennek keresztül, és így közvetett módon sokkal inkább lokálpatriótábbá válnak. Tehát, hogy a városuk az nem csak egy város a sok közül, hanem egy olyan város, ahol igazán otthon érezhetik magukat. Van is egy ilyen belső jelmondatunk, hogyha ezt így megengedi a Mónus Regina, hogy a nevét is kimondjam hozzá, ezt ő találta ki, hogy szeretnénk otthon lenni. És ez egy nagyon szép
célkitűzésén azt gondolom, és hogy most, ha minden igaz és úgy néz ki, akkor segítséget is kapunk ehhez, illetve a tavasszal bezárt közösségi terünket lehetőség szerint úgy néz ki, hogy vissza tudjuk kapni, és felfigyeltek ránk többen is a településről, és nagyon, nagyon pozitív visszhangokat kapunk. Azt tudni kell hozzá, hogy Cegléd ahhoz nagyváros, hogy egy közösség tudjon működtetni dolgokat, ahhoz viszont kicsi, hogy nagyon sok kis közösség éljen, tehát, hogy itt pont egy ilyen kettős szerepben vagyunk, és nagyon sokszor vannak ilyen, hát főleg a Facebookon nyilván tudjuk azt, hogy milyen visszajelzések tudnak érkezni, kommentekben, egyebek, és az volt az érdekes, hogy például az ifjúsági bárról csak pozitív visszajelzést kaptunk, és mi is csodálkoztunk rajta, hogy lehetséges ez, hogy a kommentekben, meg így a nyilvános szereplés során pozitív minden, és hát nyilván azért, mert valami olyan innovatívat sikerült a fiataloknak létrehozni, megálmodni, és nem csak megálmodni, hanem meg is valósítani, ami igazán értékteremtő és hosszú távon működtethető. Tehát én igazából nagyjából ennyit szerettem volna mondani, és nagyon köszönöm a figyelmet, még inkább köszönöm a lehetőséget arra, hogy megmutathattam ezt a munkát, és próbálom visszaállítani magam, ha minden jól megy, akkor most már láthatóvá is válok. Tehát én azt szerettem volna ezzel az egésszel, nyilván ez nem egy öntömjénezés, nem ez a célja, hanem az, hogy sokkal inkább az a szemlélet, vagy az attitűd, amit a fiatalok bevonásával szeretnék én képviselni, hogy legyenek önazonosak, hogy merjenek megszólítani, vagy merjék megszólítani magukat, meg egymást is. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ha az önző részemről beszélek, akkor a legeslegnagyobb ajándék ebben az egészben az, hogy én mennyit fejlődtem közben, tehát, hogy közben szakemberré váltam általuk, közben rengeteget tanultam önmagamról, egy kamaszt nem lehet átverni. Tehát, hogy nagyon sok embert át lehet verni, a felnőttek közül különösebben egy kamasz tűpontosan beleérez abba, hogy az ember milyen, és én azt gondolom, hogy ott a legfontosabb az, hogy hiteles és önazonos legyen az ember, úgyhogy hát én bízom benne, hogy nekik is sikerülni fog ezt az attitűdöt továbbvinni, és én azon leszek, hogy támogassam őket, és tényleg az a legfontosabb, hogy az a tűz, ami bennük van, azt ők most már egymásban tudják táplálni. Tehát, hogy én úgy érzem magam sokszor, mint egy ilyen, nem tudom, egy vaddisznó, aki kikaparta a gesztenyét, és akkor most már ők élhetik, vagy élvezhetik ennek a gyümölcsét, és teljesen fantasztikus látnom azt, hogy nem csak, hogy alkalmasak rá, hanem messze-messze fölülmúlnak engem, és néha az én saját tükreim is tudnak lenni, úgyhogy egy igazi, igazi élettel teli közösségé váltak, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, és hát ezt mindig elmondom nekik, hogy jaj, mert hogy mindent tőled tanultunk, mondják ők, én pedig mondom nekik mindig, hogy hát az a helyzet, hogy igen, de hogy én pedig tőlük, vagy általuk lettem az, aki lettem. Tehát általuk mondhatom magam, ha mondhatom, szakembernek. Úgyhogy hát bízom benne, hogy jó példával tudunk szolgálni másoknak is, és hogyha tényleg bárkinek akár ilyen jellegű szándékai vannak, vagy elképzelései, akkor ezt a módszertant nyugodtan tovább viheti, és szívesen állunk rendelkezésre. A Facebookon is a Fiatalok Együttműködése, a Cegléd Sikeres Közösségekért Egyesület Fecske oldalon megtalálnak minket, az Instagramon is fent vagyunk, most már a TikTokon is, ez a hétvége eredménye, hogy a TikTokra is fel kellett kerülni, szóval, hogy a közösségi médiát mi is használjuk, és igyekszünk aktívan jelen lenni, és tényleg segítséget nyújtani nem csak azoknak, akik már meglévő ifjúsági munkával foglalkoznak, hanem tényleg azoknak is, akik esetleg most tervezik, vagy vágynak arra, hogy valami történjen. Úgyhogy én biztatok mindenkit arra, hogy ez a szemlélet a valami történjen, az át tudjon menni, és tovább tudjon úgymond öröklődni, és hogy én hiszek abban, hogy ez a generáció átütő erővel
bír majd, és hátutő erővel tudja tovább vinni, és egy kicsit jobbá tenni a világot, mint ahogyan ide érkezett, úgyhogy ezt szeretném így végszónak, és nagyon köszönöm a figyelmet, és még inkább a lehetőséget, hogy ezt elmondhattam itt. Hát mi is nagyon köszönjük, hogy eltölthettünk egy kis időt a cegdédi fiatalok körében Anikó által, és utazunk is tovább. Utolsó helyszínünk a mai napon Nagyréde lesz, ahol Markó Anita vár minket, kolléganőjével, akik majd ő be fog mutatni. A Molnár József közösségi szintér vezetője, Anita művelődés szervező, és szeretettel átadom a szót. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kolléganőmmel együtt Albonovics Besze Zsófiát hoztam a mai napon vendégül magammal. Szia Zsófi! Majd az előadás második felében ő is fog egy jó gyakorlatot bemutatni, és egy kicsit ő is fog beszélni a mi munkánkról. Egy picit jó dolog, és egyszerre nehéz dolog is így utolsónak lenni az előadók sorában, mert hát felkészül az ember, ráhangolódik a saját témájára, de én most ott tartok, hogy két oldalt telejegyzeteltem az első két előadás anyagából, úgyhogy előre is elnézést kérek, ha egy kicsit csapongok a témák között, mert annyi jó dolgot hallottam, és jutottak eszembe folyamatosan új dolgok, hogy igyekszem azért ennek ellenére összeszedetten elmondani, amikkel én készültem. Márti elmondta, hogy mi a nagyrédei Molnár József közösségi szintérben dolgozunk. Nagyrédéről annyit kell tudni, csak néhány mondatban szeretném bemutatni a települést, hogy itt a Mátra alján terül el Nagyréde, egy 3300 fős nagyközség, és Edith szavaihoz szeretnék egy kicsit visszautalni. Ő is elmondta, hogy Bélapátfalván annak idején milyen jó volt ugye a cementgyár kapcsán a közösségi élet, és milyen pezsgés volt. Én Nagyrédével kapcsolatban ugyanezt tudom elmondani. Nálunk a szőlőtermelés, a borkészítés, a TS idők, az, amit folyamatosan emleget a helyi közösség, hogy hát milyen jó volt ugye a TS idők alatt, mennyire aktívak voltak az emberek, milyen pezsgő volt itt az élet, a kulturális élet is. És kicsit úgy elgondolkozik az ember, én egyébként nem vagyok nagyrédei származású, én gyütment vagyok, így szokták mondani, és én amikor idejöttem Nagyrédére közel 4 évvel ezelőtt, akkor azt mondták, hogy hát már, hogy én nem láttam, hogy milyen virágkort élt akkor a település, pedig ennek ellenére én úgy jöttem ide, hogy úristen, itt mennyi minden van. És szerintem ezt nagyon sokan közösségszervezők, művelődésszervezők tapasztalják, hogy a helyi emberek picit másképp látják a saját dolgaikat, mint a kívülről érkező emberek. Szerintem itt nagyon sok minden volt akkor is, amikor idejöttem, és én úgy gondolom, hogy azóta ezt még jobban sikerült gyarapítani, gazdagítani, de azért azt el kell mondanom, hogy egy nagyon jó alap volt, ami volt. És hát az előadásomnak a címe, hogy jobban rátérjek a témára, hogy másképp is lehet. Egy picit ez a járványhelyzet, ezt a kollégák is emlegették, hogy felülírták, átírták a dolgokat. Én azt gondolom, hogy a sok negatív mellett természetesen azért ennek vannak pozitív hozadékai is. És ez az egész felfogás, vagy ez a rövid mondat, hogy másképp is lehet, szerintem ez az egyik legfontosabb üzenet. Nagyon sok mindenre rájöttünk, hogy mit lehet másképp, más módszerekkel csinálni, vagy kiegészítő módszereket, jó gyakorlatokat találtunk. Természetesen erről a későbbiekben fogunk mindannyian beszélgetni, de én tovább gondoltam ezt, és én úgy gondolom, hogy egy közösségszervezőnek, egy művelődésszervezőnek ez egy alapvető működés, alapvető gondolkodása. Én azt gondolom, hogy akik most is itt vannak ebben a beszélgetésben, és nagyon sok Heves megyei kollégáról el tudom azt mondani, hogy ezzel a hozzáállással rendelkeznek, járványhelyzet ide vagy oda, egyébként is. Mert hogyha bármi, akár egy szakmai szervezet, akár egy civil kezdeményezésről, ha beszélünk, nem mondunk nemet. Hanem még ha probléma is van, akkor is
mi tudjuk, és meg is oldjuk, hogy másképp is lehet. Akkor csináljuk így. Ha van egy jó ötlet, akkor szerintem ezek a szakemberek mind azt mondják, hogy jó, gyerünk, csináljuk. És hogyha a hallgatóknak egy jó tanácsot lehet adni, akkor én ezt a jó tanácsot adnám, hogy ezt a szemléletet próbálják meg minél előbb már a hallgatói évek alatt is felvenni, vagy gyakorolni, és akkor tulajdonképpen nagyon sok minden fog jönni magától. És ahogy így elmélkedtem ezen a témán, meg a jó gyakorlatainkon, ahogy így végig gondoltam, hogy miről lenne érdemes beszélni, én összeszedtem 4 fő pontot arról, hogy tulajdonképpen a gyakorlatban hogyan is, vagy mitől is működik jól egy közművelődési intézmény, vagy egy szervezet. És nyilván ennek az elméleti oldalát, meg hát sok gyakorlati oldalát is tapasztalják a hallgatók már az egyetemi évek alatt is, de én ezen a 4 ponton keresztül szeretném egy picit a nagyrédei közművelődési életet és az intézményünk működését bemutatni. Nagyon fontosnak tartom, és talán már egy picit elcsépelt is, de nem győzöm én sem hangsúlyozni az élethosszig tartó tanulást. Én közben itt nézek a kolléganőmre is, mert nem tudnék olyan hónapot mondani, amióta itt dolgozunk Nagyrédén, hogy valamelyikünk itt a közösségi szintérben ne vett volna részt valamilyen képzésben, továbbképzésben, tehát folyamatosan figyelmet fordítunk arra, hogy képezzük magunkat. És nyilván a szakmai képzések azok az elsődlegesek. Zsófi is most a Eszterházi Egyetemen végzett közösségszervező szakon, tehát az alapképzést megcsinálta, de most már szeptembertől megint tanul egy másik területen, ami kicsit kapcsolódik is, de erről majd ő fog inkább beszélni. Én is mesterképzésen tanulok most tovább, tréningeket, továbbképzéseket végzünk, és szeretném itt egy nagyon jó gyakorlatnak, Heves megyei jó gyakorlatnak említeni a Metszéspont műhely munkasorozatot. Ezt a Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül indítottuk el néhány évvel ezelőtt, és én azóta is abból töltekezem, nagyon-nagyon jó műhely munkákon vettünk részt, lehetőségünk volt elmenni egymáshoz, és tényleg erről szólt egy éven keresztül minden alkalom, hogy rendszeresen tudtunk beszélgetni a jó gyakorlatainkról, és átvenni egymástól ötleteket, és új ötletekkel tudtunk egymásnak segíteni. A másik pont, ami nagyon fontos, itt a kollégák mondták többször is mind a ketten, hogy legyen már valami ugye a településen, hogy ez egy ilyen közösségi igény, és sokszor megfogalmazzák. Hát ugye a bevezetésben elmondtam, hogy Nagyrédén én azt gondolom, hogy itt már jó alap volt. Tehát itt már volt valami, amikor én idejöttem, és ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, ugye, hogy mi a következő szint. A következő szint szerintem az, hogy nem csak az, hogy bármi legyen, hanem hogy legyen egy minőségi érték közvetítés. És nagyon jó visszajelzés volt az nekem, meg a kollégáknak is, hogy itt eltelt néhány év, és jöttek olyan visszajelzések, hogy gratulálunk, így is lehet népművelni. Ezt egy idősebb bácsi írta nekünk üzenetben. Nagyon jól esett. Volt olyan, aki odajött egy rendezvény után, és azt mondta, hogy ő őszintén nagyon szeretné megköszönni azt, hogy nem adjuk alá egy bizonyos szintnél, akár a programokat, vagy az eseményeket tekintve, és hát ezt el kell mondani, vagy erre fel kell készülni, hogy azért ez sokszor eredményez konfliktust. Akár a helyi közösségben, olykor a település vezetéssel sem egyezik a vélemény. Nyilván a település vezetésnek is az az érdeke, hogy minél több embert megszólítson egy adott program, vagy egy műsor. A szakembereknek meg ugye hát az a célja, hogy minőségi értékeket, kulturális értékeket közvetítsen. Ez néha harcos, ez néha nagyon jó együttműködést tud eredményezni, de ezeket meg kell vívni, ezeket a kisebb csatákat, de én azt gondolom, hogy megéri. És hát szakmailag is azért kaptunk néhány elismerést az elmúlt években, és ezek nagyon jó visszajelzések számunkra. Én nagyon örülök annak, hogy az Eszterházi Károly Egyetemnek is
gyakorlati helye lettünk az elmúlt években. A Magyar Népművelők Egyesületének például egy szakmai innovációs pályázatán kaptunk 2018-ban egy első helyezést. Az Új Nemzedék Központ is, illetve annak idején a Cselekvő Közösségek projektben is több jó gyakorlatot is rögzítettek nálunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes erre a minőségi értékközvetítésre időt és energiát fordítani. Aztán szintén említették már a kollégák ezt az aktív, nyitott hozzáállást, akár az ifjúsági területen, akár a közművelődésben. Én is ezt valami ilyesmit fogalmaztam meg egyik legfőbb pontnak, hogy aktívnak és nyitottnak kell lenni. Tulajdonképpen úgy tudnám, hát kicsit eltúlozva megfogalmazni, hogy számukra nincs lehetetlen, nincs megoldhatatlan, és hát gyakorlatilag nem mondunk nemet. Azért ez kicsit sarkos megfogalmazás, de azt gondolom, hogy igen. Mire is gondolok itt pontosan? Nagyon jó, hogy a Művelődési Intézet is, az Eszterházi Egyetem is, szakmai szervezetek is egyre több országos projektet, vagy régiós, vagy megyei projektet indítanak el, és ilyenkor mindig egyszer csak jön egy telefon, és akkor a túloldalról azt mondják, hogy fú, van egy jó projekt, benne vagy, de gyorsan kellene választ adni. És hát mit mond ilyenkor a közművelődési szakember? Persze csináljuk. Úgyhogy én erre értettem azt, hogy nem mondunk nemet, és nagyon, nagyon jó és nagyon hasznos az, hogy ilyen programokban részt tudunk venni. Itt nálunk például Nagyrédén így tudtuk a korábban nagyon jól működő, de tényleg évekkel ezelőtt jól működő bábcsoportunkat. Az egyik kolléganő elvégzett egy bábcsoport vezető továbbképzést, és most már nagyon jól működik, már harmadik éve a bábcsoportunk. Most a járványhelyzet miatt egy picit a gyerekekkel való foglalkozást nem tudtuk úgy megvalósítani, ahogy terveztük, de jövő héten már megint megyünk egy megyei projektnek az egyeztetésére, és ez is mutatja, hogy ez egy jól működő projekt, mert most már Heves megyei hálózatot szeretnénk majd ebből csinálni. Úgyhogy menni kell, aktívnak kell lenni, és csinálni kell. És nagyon jó szakemberekkel és programokkal, projektekkel lehet ezáltal megismerni, és ezzel mi is sokat tanulunk, és gazdagodunk, és helyben is jó gyakorlatokat tudunk elindítani. Még itt, hogyha már projektekről beszélünk, és a nincs lehetetlen, és nincs megoldhatatlan gondolatsorban szeretnék tovább menni, akkor szeretnék egy picit beszélni itt Nagyrédén az Esély Otthon programunkról. Ez egy EFOP pályázat volt, 2017-ben írtuk a pályázatot, és 2018-ban sikerült is elindítanunk ezt a projektet. Ez egy közel 120 millió forint összegű fiatalok helyben tartásának támogatására irányuló pályázat, és hát elsősorban a projekt az lakhatási támogatást, ösztöndíj programokat jelentett, pályaorientációt, karriertanácsadást, tehát tényleg az ifjúságnak a megsegítésére szolgált. Mi azért mégis belecsempésztünk egy kis közművelődést és kultúrát, hiszen van az egész pályázatnak egy helyi jó gyakorlat továbbvitele programeleme, és hát ugye meg tudjuk oldani. Szerintem sok embernek nem jutott volna eszébe, hogy hogyan csempészünk be egy EFOP pályázatba, akár a közösségi szintérben egy gyereksarok létrehozását, nyári tábort, videós nyári tábort csináltunk fiataloknak, gyerekeknek, elkezdtük a helyi értékeket velük videóra venni. Most már a helyi értéktárunkban is értékőrző kisfilmek is szerepelnek. Tehát igyekszünk mindenféle projektet, mindenféle programot, ami alapvetően nem is ilyen kulturális témájú, de igyekszünk úgy kialakítani a projektet és a tervezést, hogy azért belekerüljön. Úgyhogy nagyon sok jó dologgal tudtunk ezáltal a projekt által is gazdagodni, és egy kicsit az ifjúság szakmába is rálátásunk volt, vagy bekerültünk, úgyhogy majd még az Anikóval szeretnék egy kicsit privátban is beszélgetni erről a témáról. De ajánlom mindenkinek egyébként, mert tényleg nagyon, nagyon jó programokat és projekteket lehet
így közösen kitalálni és létrehozni. És ehhez kapcsolódik a negyedik pont is, amit én legfontosabb pontoknak felírtam, az a multidisziplináris gondolkodás. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy közművelődési szakember tudjon kitekinteni. Ne csak a saját kis szakmai világában mozogjon otthon, ami persze nagyon fontos, de kell, hogy kitekintsünk. Azt szokták mondani a közművelődési dolgozókról, hogy mi vagyunk a társadalom doktorai. És ez akkor valósul meg szerintem, hogyha összetudjuk fogni a különböző területeket. Az idei évnek a témája, a hálózatosodás például, ez is egy nagyon jó lehetőség. Az ilyen programokra, projektekre is nagy hangsúlyt kell fektetni. Én azt tapasztalom, amióta itt vagyok Heves megyében, lassan már 4 éve, hogy jó irányba halad a megye. Én azt gondolom, hogy egyre több a szakmai kapcsolat, egyre több az együttműködés, és tényleg egy olyan közművelődési hálózat kezd itt kialakulni a megyében, és biztos egyébként más területeken is, csak erre van most nekem jobban rálátásom, ami azért pozitív, és bizakodó vagyok a jövőt illetően, a sok nehézség ellenére. Fontosnak tartom még, hogy igenis nagy szerepe van a kulturális intézményeknek a településfejlesztésben, és nem csak kizárólag a turizmusra gondolok, és a rendezvényszervezésre, meg a közösségépítésre. Szerintem a jövő kihívása számunkra, hogy a kulturális gazdaságfejlesztésben is egy kicsit jobban részt vegyünk. Ezen a területen is egyre több programot indítsunk el. Nekem most van is egy elképzelésem, még kidolgozó félben van a projekt, de ha minden jól megy, akkor legközelebb majd arról is be lehet számolni. És ezek a komplex programoknak a megvalósítása, ami nagyon fontos. Ugye itt az Esély Otthon programról is, amikor beszéltem, hogy hogyan lehet a fiatalokat támogatni, kicsit gazdaságfejlesztésben is azért vannak vállalkozóvá válás támogatása, a helyi vállalkozási kedv ösztönzése, tehát azért ilyen programelemek is vannak, illetve ugye a helyi jó gyakorlat továbbvitele is ide tartozik. Ezeket a főpontokat gondoltam így összeszedni, és még ami nagyon fontos Nagyrédével kapcsolatban, ami szerintem a településnek az egyik ereje, a nagyon sok érték mellett, nagyon gazdag értéktárunk van, most 65 tétel van nyilván tartva benne, de még nagyon sok van, tehát elkezdtük még gyűjteni, illetve megyei felterjesztéseink is vannak folyamatban. Nagyon nagy erőt jelentenek a helyi közösségek és a művelődő közösségek, a helyi csoportjaink. Rengeteg helyi csoport van, nagyon gazdag a közösségi élet Nagyrédén, bár a helyiek sokszor még mindig nem elégedettek vele, de mondjuk az igaz, hogy mindig van hová fejlődni, de én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk jelenleg is, és csak hogy néhány számot mondjak, az átlag az mindig olyan 15 körül van. A rendszeres csoportunk, akik tényleg mindig rendszeresen összejárnak, és valamilyen témakörben ők folyamatosan tevékenykednek, és lehet rájuk számítani. És az elmúlt néhány évben 11 új csoportunk alakult, és most még 3 létrehozása van folyamatban. Ez, hogyha létszámot mondunk, és nem pontos számot mondok, csak egy ilyen megközelítőleges számot, akkor több mint 450 emberről beszélünk, akik tényleg rendszeresen ebben részt vesznek, és azért azt gondolom, hogy egy 3300 fős településnél ez jelentős mértékű, és szerencsére itt még nem álltunk meg, hanem tényleg igyekszünk ösztönözni és támogatni a csoportjainkat, akár pályázatírásban segítünk, Csóri pályázatban, Magyar Falus pályázatokban, tehát igyekszünk tényleg ezekre a projektekre, a forrásteremtésre nagy hangsúlyt fektetni. Az önkormányzat is rendszeresen támogatja a civil csoportjait. Igyekszünk ennek a felhasználásában is segítséget nyújtani nekik. És hát az egyik jó gyakorlatunk, amiről egy picit szeretnénk bővebben beszélni, az a támogatott táncoktatás itt Nagyrédén.
ez a gyerekek számára teljesen ingyenes. Az önkormányzat vállalta azt, hogy balett és néptánc oktatásról van szó egyébként, hogy támogatja a helyi családokat, ezzel a helyi gyerekeket, hogy már egészen óvodáskortól végig általános iskoláskorig, illetve felnőtt korig tudjanak folyamatosan részt venni. De itt szeretném átadni a szót kolléganőmnek, hiszen Zsófi, Albonovics Besze Zsófia, ő nem csak szakember, ő közösségszervezőként dolgozik nálunk itt a Molnár József közösségi szintérben, hanem a helyi tánccsoportnak is az egyik vezetője. Egyébként táncpedagógusi tanulmányokat is folytat, de ő majd kicsit bővebben bemutatja magát, és akkor szeretném átadni neki a szót, és szeretnélek megkérni Zsófi, hogy erről a jó gyakorlatról is egy kicsit bővebben, részleteiben beszélj nekünk, kérlek. Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Hát röviden rólam annyit kell tudni, hogy 2016 óta dolgozom a közművelődés területén, és ebből a 4 évből 3 évet már itt Nagyrédén töltöttem a Molnár József közösségi szintérben, és tulajdonképpen innen is indított el az, hogy én ezen a pályán szeretnék tevékenykedni, és ezért kezdtem el ugye 2017-ben a kulturális közösség szervezés szakot az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton, és most ugye ezt ebben az évben, júniusban sikeresen be is fejeztem. Én itt a művelődési házban egyébként a csoportok koordinátora, felelőse is vagyok. Kicsit röviden szeretnék arról is beszámolni, hogy ugye most nagy kihívás elé állított minket a karantén és a pandémia helyzet. A csoportjaink nagy része online kezdett el tevékenykedni, és ami nagy meglepetés volt számunkra, hogy felajánlottuk a segítségünket bármiben, hogyha kérnek akár videószerkesztésben, vagy akár hogy online munkanaplót készítettünk a csoportjainknak, hogy követhető legyen az ő munkásságuk. A meglepetésünkre az idősebb korosztály nagyon gyorsan vette ezt az akadályt, és azóta is használják ezt az online felületet, amit akkor ők létrehoztak, és most már látják ők is, hogy milyen gyorsan lehet kommunikálni ugye a közösségi oldalak segítségével. A Virtus Kamara Tánc Együttesről egy kicsit bővebben és a jó gyakorlathoz kapcsolódóan 2014 óta vagyunk itt Nagyrédén, egyébként 2010-ben alakult az együttes, és az ingyenes táncoktatás 2017 óta működik az önkormányzat támogatásával. És évről évre nagyon szép eredményeket érünk el. Közel 80 a számú az összcsoport létszám, és ez folyamatosan nő minden évben. Ami ugye most nagy kihívás volt nekünk szintén, ugye, hogy hogyan oldjuk meg a karantén ideje alatt a táncoktatást, mert azt tudni kell rólunk, hogy nagyon előtérbe helyezzük a néptánc mellett a közösségépítést. Tehát nagyon odafigyelünk arra, hogy a csoportjainknak minél több közösségi programot szervezzünk, versenyekre megyünk velük, ahol nagyon szép eredményeket érnek el, kiemelt arany, aranyminősítés, ezüst és bronzminősítéssel is rendelkezik a csoport, csoportos és szóló kategóriákban is. Ezt szerettük volna, hogyha nem szakad meg, és nagy fejtörést okozott, hogy hogyan is csináljuk ezt zökkenőmentesen. És hát mi minden héten kis videókkal készültünk a csoportjainknak,
leadtuk úgymond a táncanyagot, és emellett arra is nagy hangsúlyt fektettünk, hogy nem csak a néptánccal és a balettal kapcsolatos mozgásformákat látták, hanem üzeneteket küldtünk nekik, közösen beszélgettünk ugye az online felületek segítségével, közös énekléseket szerveztünk, és ez nagy segítség volt nekik. Igaz, nem volt minden napos az a visszajelzés, hogy ők folyamatosan nézik, vagy bármi ilyesmi, de persze ezt ugye az ember nem is várhatta el ugye az online oktatás mellett, de mikor visszatértünk az elsősorban a szabadtéri táncpróbákhoz, akkor az mutatkozott, hogy a gyerekek folyamatosan követték ezeket a videókat és a beszélgetéseket, ugyanis szinte mondhatom azt, hogy lemorzsolódás nélkül tudtuk folytatni a munkát, amikor már lehetett, sőt valamikor szemerkélő esőbe is jöttek a gyerekek, és hozták őket a szülők, és táncoltunk a szabadtéri színpadon, és ez bennünk is megfogalmazódott, hogy fontos az, hogy folyamatosan ezt a jó hangulatot és a közösségi összetartozást hangsúlyozzuk a gyerekeknél, mert egy ilyen váratlan esemény és egy nehezebb helyzet idején is meg tudott maradni a csoport, és tudjuk tovább folytatni a munkánkat. Még a karantén ideje alatt szintén csatlakoztunk több felhíváshoz, vagy kihíváshoz, ugye rengeteg kihívás keringett az internetes felületeken. Mi anyák napjára is készítettünk egy táncos videót az ifjúsági csoportunkkal, amiben mindenki otthon felvette az előre leadott tánc koreográfiát, azt összevágtuk, a zenét is mi vettük fel hozzá otthon, és ők énekeltek rajta, és ezzel szerettük volna egy kicsit azt ugye áthidalni, hogy most nem voltak iskolai ünnepségek, nem volt a művelődési házban anyák napjával kapcsolatos ünnepség, és ez egy személyes üzenet volt mind a gyerekek szüleinek, és minden édesanyának, nagymamának, így a közösségünkben. Csatlakoztunk még az összetartozás 100 folk programhoz, amit a Trianon kapcsán szerveztek meg. Itt több, tehát a Kárpát-medence területéről rengetegen küldtek be videóanyagot, és egy félórás összeállítás készült, amiben mi is bekerültünk, és hát Nagyrédét képviselve nagyrédei táncokat táncoltuk, ugyanis ezt is fontosnak tartjuk, hogy felfedeztük azt, hogy itt Nagyrédén több gyűjtés, népzenei és néptáncgyűjtés is történt, és ezt mi szeretnénk ugye a gyerekeknek, tehát a saját kultúrájukat megtanítani és visszatanítani, ugyanis Nagyréde a Gyöngyös Bokréta csoportjáról is híres volt, illetve a Nagyrédei Néptáncegyüttes, Nagyrédei Táncegyüttes, ami a TS idők alatt is működött, és egy kicsit ezt szeretnénk visszahozni a gyerekeknek, hiszen egy még erősebb közösség és identitás tudat nevelés is folyik ezáltal. Sokan emiatt a közelben választanak középiskolát a fiatalok közül most az ifjúsági csoportunkat nézve, és többen elgondolkoztak azon, hogy a néptánc pedagógusi pályát választják, és ez nekünk egy nagyon jó visszajelzés. És a kevesebb lemorzsolódáshoz még az is hozzájárult, hogy nyáron sikerült megszerveznünk két néptánc tábort is, egy gyermektábort és egy ifjúsági tábort. Természetesen az előírásokat, járványügyi előírásokat nagyon szem előtt tartva, de ez is hozzájárult ahhoz, hogy szeptembertől ugyanezzel a közel 80 fős összcsoport létszámmal tudjuk folytatni a munkánkat.
És akkor szerintem én ezzel így be is fejeztem, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondhattam ezt, és tulajdonképpen már egy kicsit fel is vezettem a pandémiás időszakkal kapcsolatos beszélgetést. Köszönjük szépen! Hát mi is nagyon szépen köszönjük. Nagy Rédén is nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük, hogy itt is betekintést nyerhettünk az ott folyó munkába. Én azt gondolom, hogy most már így megköszönném akkor az előadásokat, illetve a beszámolóitokat, és akkor belefognánk majd ebbe a közös beszélgetésbe. Egy pár másodperces technikai szünetet, illetve nem szünet, bocsánat, senki nem menjen sehová, egy pár másodperc türelmet kérnénk mindenkitől, amíg a technika így átvált majd arra a módra, hogy mindenki látszódjon, aki a beszélgetésben részt vesz. Köszönjük a türelmet. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy egy közösségszervező kollega sem ijed meg, semmilyen váratlan eseménytől nem lehet zavarba hozni titeket semmilyen ilyesmikkel, hiszen ilyenkor előhúzzátok a tarsolyból a B, illetve C és bármilyen verziót. Erre szerintem mindenki fel van készülve, viszont ugye idén tavasszal azért mégiscsak jött egy olyan helyzet, ami fenekestől forgatta föl az életünket minden területen, és eddig elképzelhetetlen változásokat hozott mindannyiunknak. Első kérdésem úgy beszélgetés indítónak az lenne, hogy úgy az első napok sokja után, vagy talán egy-két hét sok után, hogyan reagáltatok? Tehát mi volt így a munkában az, amit úgy először elkezdtetek gondolkodásmódban kicsit átváltani, hogy mit lehetne mégis kihozni ebből a helyzetből, milyen tartalmakat, online tartalmakat, vagy milyen programokat adott esetben találtatok ki, agyaltatok ki annak érdekében, hogy a helyi közösségekkel mégse szakadjon meg teljesen a kapcsolat. Nem tudom, Edith esetleg mondanál erről. Hát ahogy említettem, ugye az előadásomban is, ez nekünk egy hatalmas nagy gyomros volt, tehát ez minket teljesen letaglózott, ugyanis ez lett volna az az év, amikor több csoportunk indult volna a művelődési házban, illetve ugye először a gesztenyésben, még a felújítás nem kezdődik, és ők el sem tudták kezdeni aztán végül a közös munkát, úgyhogy itt is megijedtük egy kicsit, hogy megmarad-e bennünk a lelkesedés vagy a kitartás addig az időpontig, amikor aztán valóban elindulhat náluk is a közös munka. Eddig úgy néz ki, hogy igen, úgyhogy reménykedünk. A másik pedig, ami miatt én nagyon le voltam taglózva, az volt, hogy teljesen érthető módon, de mindenhonnan pontosan az ellenkezője zúdult az emberekre, mint amiért mi dolgozunk ugye 4 éve. Tehát azt mondja, hogy maradj otthon, ne menj el oda, ne vegyél részt rajta, ne ülj le mellé, ne állj meg vele beszélgetni, ne engedd át a gyerekedet játszani. Mindenki zárkózzon be, zárja magára az ajtót, azt is gondolja meg, levegőt hol vesz, és én teljesen pánikban voltam, tehát én ott az elején teljesen pánikban voltam, mert mondom, ha ezt túl jól sikerül, ez a történet, és az emberekben ez rögződni fog, akkor én mindent dobhatok sútba, amit mi itt a kollégákkal 4 éven keresztül végigcsináltunk. És ott az elején benne volt ez is, tehát ott az elején a kezdeti időszak pánikjában ez teljesen benne volt a pakliban. Abban teljesen biztosak voltunk, hogy nem engedhetjük el a közösséget. Tehát, hogy azt a munkát, amit addig végeztünk, és az eredményeket, amik mutatkoznak, azt mi most nem engedhetjük el, és mehetünk úgy home office-ba, hogy tényleg nem csinálunk semmit. Annyiból volt egy kicsit könnyebb a helyzetünk, hogy mi eddig is használtuk a közösségi oldalakat interaktív felületként, tehát nagyon sok online játékot indítottunk már addig is. Tehát ez volt a legelső, amiben gyorsan belecsaptunk, azért, hogy egy pillanatra se szakadjon meg a kapcsolat. Azt mondtuk, hogy felhasználjuk ezt az időszakot ott a március-április arra, hogy ha már nem lehet más csinálni, akkor kezdjük el
gesztenyés kiállítóháznak a tárlatait bővíteni, kicsit leporolni, kitakarítani, újra rendezni, és itt rögtön meghirdettünk egyrészt egy játékot, ami arra vonatkozott, hogy a néprajzi gyűjteményből nem mindennapi érdekes tárgyokat fényképeztünk le, és azt mondtuk, hogy na, kitaláljátok-e, hogy ez micsoda és mire használják, és ennek hatalmas sikere volt, nem is gondoltuk, tehát mindenki ott tippelt, hogy most ez a köpülő, meg a gerebe, meg a vitamin, micsoda, mire használatos. Az idősek nagyon szívesen nosztalgiáztak, a fiatalok nagyon büszkék voltak, hogy ismerték ezeket a kifejezéseket, de elindult egyfajta ilyen beszélgetés, játék. A másik pedig ugyanezen a vonalon, hogy meghirdettük azt, hogy na most itt van az idő, ráérünk, és mindenkitől nagy szeretettel várunk olyan néprajzi gyűjteményünket, bővítés, tehát néprajzi gyűjteményünk bővítésére olyan tárgyakat, amit ő nem tudna hova tenni, vagy úgy gondolja, hogy szívesen felajánlja a kiállítóháznak. És ez megint megindított egy ilyen mozgást, hogy mindenki földúrta pincét, padlást, rengeteg dolgot kaptunk, csodálatos dolgokat, úgyhogy ez megint jó volt arra, hogy ki tudtuk tenni, meg tudtuk köszönni, megdicsérgették egymásnak a gyűjteményét, úgyhogy ez volt az egyik vonal, amivel rögtön kezdtünk, mert azt tudtuk, hogy valamit csinálni kell. Tehát ott ülnek az emberek, otthon, bezárva, pánikban félnek, ami összeköti a külvilággal ez a képernyő, és ez a lehetőség. És aztán kezdtünk ott csúszni, mert mi sem vagyunk ugye egy ilyen feladós emberek, és azt mondtuk, hogy ez az egész egy horror történet. Tehát egy ilyen szürreális, valami nézzük kívülről, mint a legrosszabb katasztrófa filmbe cseppentünk volna bele, maszkos emberek, meg senki az utcán, meg egyáltalán, és hogy milyen jó lenne egy kicsit elmenekülni, hát akkor meneküljünk ugye a mesék világába. És tudtuk, hogy a családok otthon vannak, sokszor egy kis lakásba bezárva, gyerekestül. Tudtuk, hogy annak az anyukának, aki mondjuk otthon home office-ban van mellette, meg egy iskolás gyereket oktat, és van még egy óvodás, aki rángatja, hogy velem is foglalkozzon valaki, annak azért ez egy elég nagy feladat, és nehéz kihívás. Ezért azt mondtuk, hogy akkor segítsünk. Csináljunk közösen egy nagy bélapátfalvai mesekönyvet. Azt kértük a szülőktől, a felnőttektől, hogy írjanak meséket, egy olyan azért bekorlátozott terjedelmű meséket, küldjék el nekünk, kaptunk több mint 35 mesét, nagyon rövid idő alatt, és utána pedig az következett, hogy minden nap 9 órakor kitettük a Bélapátfalvai Programok Facebook oldalára az aznapi mesét. És arra kértük a gyerekeket, hogy illusztrálják, készítsenek hozzá rajzokat. És akkor ez úgy nézett ki, ugye, hogy anyuka, apuka, nagymama, bárki felolvasta annak a kicsinek a mesét, aki még nem tudott olvasni, ha tudott, akkor ő már elolvasta, és leültek, és elkezdtek rajzolni a meséhez. És utána mondták az anyukák, hogy az Isten áldjon meg benneteket, mert minden reggel úgy várja az óvodás azt a 9 órát, és akkor leül, és délig nem kell vele foglalkoznom, mert készül az illusztráció, és egyáltalán, és legalább ennyivel bentebb vagyunk. És akkor jöttek a tényleg csodálatos meséket írtak. Tehát olyan művek születtek, hogy csak itt támulva olvastuk, és gyönyörű rajzok készültek mellé. Ezt a könyvet, ezt karácsonyra, tehát ott a szeretet ünnepére szeretnénk igazán kihozni, tehát ez most szerkesztés nyomtatás alatt van, ugyanis ebből fog egy nagy díszpéldány készülni. Gesztenyés kiállító házban fogjuk majd kiállítani, mert hogy megint csak jelképe is lesz. Ugye annak a közösségi összefogásnak, amit Bélapátfalva lakossága ebben a nehéz helyzetben tanúsított, és megint a semmiből tudott létrehozni a közösség jó szándékkal, munkával, hozzáállással, adni akarással valamit, ami itt marad, és unokáink is olvashatják 2020-ban, milyen remek emberek éltek Bélapátfalván. És mindenki, aki ebbe a mesekönyvbe, akár meséjével, akár illusztrációjával megjelenik, és hozzáadott valamit, fog belőle kapni egy saját kis példányt, amit eltelt, és azt mondja, hogy kézzel foghatóan ott van az én szerepem is ebben a mesekönyvben.
Ez azért ugye, ha most elosztjátok azt a 35 mesét, ez elég jól lefette így a tavaszi időszakot, és nagyon örültünk, amikor egy kicsit úgy nyáron már föl lehetett lélegezni, és úgy találkozhattunk, de a tavaszt azt átvitte. És akkor ott volt a májusi időszak, ugye a közösségek hete, amit itt Márti először elnevetett, hogy majd figyeljétek meg, hogy virtuális térbe kell átrakni, aztán jó rászólt, mert valóban átrakták a programsorozatot a virtuális térbe, és akkor meg kitaláltuk, hogy nevezzünk egy közös együtt sütögetős nappal erre a programra. Megint csak ugye hozzuk be a jelképet is, a mamát, a kemencénket. Ez a nap, ez úgy nézett ki, hogy mi a kolléganőimmel a gesztenyés kiállítóház kemencéjében sütöttünk egész álló nap. Tehát mi csak dagasztottunk, sütöttünk, lisztesztünk, meg szaladgáltunk, és mindenki más, aki bekapcsolódott ebbe az eseménybe, otthon a saját konyhájában sütögetett. És a Facebook oldalon ment közben a folyamatos kapcsolattartás, azok is bekapcsolódtak, akik nem sütöttek, tehát azért tudni kell, olyan közel 50 család tartott velünk, aki sütött, és azon felül még aki bekapcsolódott. Mert hogy küldték a fotókat, küldték a videókat, készültek a fonott kalácsok, a piték, a minden, és megindult egy olyan beszélgetés, itt a fotók, a posztok alatt, hogy úristen, te mit csinálsz, hogy ilyen gyönyörű, szép és a színe, meg hogy így meg kell, meg a titkos recept, meg a nagymamámé volt, akkor elárulom, és akkor küldték a videót, hogy a két gyerek is kavar, és már mindenünk lisztes és vajas, és akkor mindenki, jaj, de aranyosak. Tehát tulajdonképpen úgy együtt töltöttük azt a napot, hogy nem voltunk fizikailag egy helyszínen, de mégis mindenki együtt volt, és a kemencével valahol bele tudtuk hozni azt a jelképet is, hogy nem vagytok itt fizikailag velünk a gesztenyés kiállító ház kemencéjénél, de mivel ez a kemence mindannyiunké, mert a ti téglátok is benne van, ti ugyanúgy itt vagytok most, és együtt sütögetünk. Úgyhogy csoda dolgok történtek, azon a napon egy hatalmas nagy albumot tudtunk a beküldött fotókból készíteni, és tervben van az is, hogy a velünk megosztott receptekből ki fogunk adni majd egy közös bénapátfalvai receptfüzetet is, amiből mindenki otthon kipróbálhatja ezeket a finomságokat. És aztán jött a nyár, azt még azért egy fél mondat erejéig elmondanám, és egy kicsi levegőt kaptunk, és ezt csak azért akarom elmondani, mert tudom, hogy kicsit megnyugodtam, mert jöttek a táborosok, jöttek az Erzsébet táborosok, egy-két programot meg tudtunk tartani, és én azt tapasztaltam, hogy igenis megvan az igény az emberekben a húsvér kapcsolatok iránt, hiányoznak nekik a közösségi együttlétek, hiányoznak a programok, és ez azért egy kicsit megvigasztalt a jövőre nézve engem, mert bármilyen remek ez a virtuális tér, és milyen sok mindenre használható, ugye hasznosan, azért soha nem fogja igazán kiváltani a húsvér kapcsolatokat. Úgyhogy nekünk ilyen ötleteink voltak, ezt mi nem hagytuk abba azóta sem, tehát ahogy említettem, mi használjuk ezeket az oldalakat a folyamatos kapcsolattartásra. Most például nem sokára aktuális lesz az élő adventi kalendáriumunk, amit már most harmadik évben szervezünk meg, és tavaly már annyian jelentkeztek, hogy minden napra két ablak is jutott, amit díszítettek, és keresni lehetett. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy levonjuk a következtetéseket, és a továbbiakban is építeni fogunk erősen erre, mert én szerintem a világ erősen erre tart, és bohóság lenne, balgaság lenne nem kihasználni az ez adta lehetőségeket. Ó, nagyon jó ötleteket hallottunk itt. Most az jutott eszembe, milyen jó lenne egy ilyen, ha már ti, Edit, úgyis ebbe a nagy összegyűjtésbe vagytok ennek kapcsán, hogy ezeket a jó ötleteket is egy ilyen kis kézikönyv formájába összegyűjteni, és egymást segíteni ezzel, mert szerintem egy csomó olyan ötlet van, ami attól függetlenül, hogy most milyen településen járunk, abszolút... És akkor még most nem tudom, hogy
ha megengeded, mert hogy amiben most belekezdünk, az kapcsolódik az értékmegőrzéshez és az értéktáras történethez is. Pontosan azért, mert megint jön egy olyan ősz, tehát jön egy időszak, ami hiába kergetünk illúziókat, megint egy kicsit a bezárkózásról fog szólni, és megint visszakacsít egy kicsit majd a tavaszi hónapoknak a visszafogottsága. Most pedig azt tervezzük, hogy minél inkább meg tudjuk ismertetni az emberekkel a helyi értékeinket, értéktárba rögzítetteket is, és azokat is, akik még a felvételre várnak. Szintén ilyen online módon fogunk indítani egy olyan játékot, ami nem fog fájni, tehát nem egy olyan ismeretterjesztést, amire tovább görget, és azt mondja, hogy nem érdekel, hanem ami bevonja őt abba, és ösztönzi őt abba, hogy interaktív módon részt vegyen a játékban, és minél inkább megismeri ezeket az értékeket. És hogyha szépen beosztjuk, akkor úgy vettük észre, hogy úgy tavaszig körülbelül el tudjuk ezt a játékot úgy görgetni, hogy még érdekes lesz, fel tudjuk vele tartani a figyelmüket, és nem mellesleg pedig értéket közvetítünk, mert hogy én is jegyzeteltem ám az előző előadóktól, és ez is egy olyan mondat volt, amit én is megragadtam, hogy a minőségi értékközvetítés az egyik legfontosabb feladatunk minden más mellett, ezzel nagyon egyetértek. Úgyhogy valaki, hogy klasszikust idézzek, csillag vagy fecske, vagy vaddisznó vagy fecske, hogy milyen módon éri ezt el, de szerintem itt van egy közös találkozási pont, hogy úgy kell a munkákat végezni, hogy az értékközvetítés az mindig ott legyen, és az egyik legfontosabb vonal legyen. És akkor most szóra váltadom. Anita, átpasszolnám nektek a labdát, mert én azért úgy figyelgettem folyamatosan a településeknek így a mocorgását a pandémiás időszak alatt is, és nálatok is láttam jó ötleteket. Mesélsz erről pár szót? Köszönöm szépen. Igen, többször is beszéltünk veled, és még ebben az időszakban. Hát igyekeztünk mi is ebbe az online térbe belehelyezkedni. Próbáltunk korábban is, tehát még a pandémiás helyzet előtt is figyelmet fordítani arra, hogy azért az online jelenlét is meglegyen, de bevallom őszintén, hogy azért olyan sok időnk nem volt rá, és ez a helyzet adta, hogy elkezdtünk új felületeket létrehozni. Csináltunk például Facebookon egy programajánló csoportot, és itt nem csak a helyi lehetőségeket, programokat gyűjtöttük össze, hanem a környékbeli lehetőségeket, online közvetítéseket, online tanfolyamokat. Tehát igyekeztünk nem csak a saját programjainkról beszámolni, hanem ha már otthon kellett lenni a családoknak, gyerekeknek, akkor minden korosztálynak próbáltunk értelmes, tartalmas, minőségi programokat kínálni. Csináltunk saját tartalmakat is, csináltunk ülőtorna videót, vagy megzenésített verset, Zsófiék a táncegyüttessel csináltak táncprogramokat, vagy néphagyományokhoz kötődő foglalkozásokat családoknak. Készítettünk, most nézek Zsófira, mert ő is tevékenyen részt vett benne, szabadulószobát csináltunk, online szabadulószobát, és az értéktárhoz kapcsolódó volt ez is nálunk. Úgyhogy értéktárhoz, helyi értékekhez kötődő kérdésekkel, figyelemfelhívással, ismeretterjesztéssel volt egybekötve ez a szabadulószoba. És hát nálunk Nagyrédén azért itt hát nem egy nagy városról beszélünk, tehát hogyha kiment valaki az utcára, azért el tudott sétálgatni néhány percet úgy, hogy ne találkozzon senkivel, és nálunk azért voltak ilyen mozgások, úgyhogy egy-egy személyes részvételű programot is tudtunk szervezni, vagy összekötni ezzel a szabaduló szobával, mert el lehetett látogatni ahhoz a helyi épített értékhez, örökséghez, ami benne volt ebben a szabaduló szobában. Ott elrejtettünk is ajándékot, és igazából az volt a feladat, hogy aki megtalálja, megfejti a feladatot, ellátogat a helyszínre, ott a kis borítékból kiveszi a kis ajándékot, csak az volt a kérésünk, hogy ő is vigyen valamit, és akkor pótolja vissza, és akkor így mindenki egy kis ajándékhoz, meglepetéshez tud jutni. És
Később gyereknaphoz kapcsolódóan is csináltunk ilyen feladatot, erről viszont átadnám a szót, hogy Zsófi beszéljen, mert ezt az ő műsorukhoz kötődik, úgyhogy Zsófi, kérlek, akkor ezt mutasd be. Mi ugye az együttesünkkel nem csak az autentikus vonalon mozgunk, hanem táncszínházi előadásaink, mesedarabjaink is vannak, és ezekről nagyon jó felvételek készültek, ugye amikor színházi körülmények között adtuk ezeket elő, és ezeket előszedtük, és egyébként folyamatosan közzétettük a közösségi oldalunkon, hogy szintén ne maradjanak a gyerekek mese nélkül, és ehhez kapcsolódóan készítettünk egy kvíz játékot, gyermeknap idején tettük közzé, meg kellett nézni az előadást, és ahhoz kapcsolódóan voltak kérdések, és ugye aki jól válaszolt, az utána egy apró jutalomban is részesült. És hát ezek mellett még természetesen mi is csináltunk rajzpályázatot, versíró pályázatot, tehát igyekeztünk azért ilyen közösségi felhívásokkal, vagy otthonról bekapcsolódható aktivitással hozzájárulni ahhoz, hogy azért aktív maradjon nálunk is a helyi közösség, és nagyon vártuk, hogy legyen ez a kis levegőhöz jutás, amit Edith is mondott, aztán tervezzük mi is a második részt, mert hát sajnos fel kell erre készülni, de most már azt gondolom, hogy egy picit átgondoltabban tudjuk ezt majd csinálni, vannak nagyon jó gyakorlatok, és hát nem fog olyan hideg zuhanyként érni, mint a tavaszi. És egyébként, Anita, milyen volt ezeknek a tartalmaitoknak, az online mozgulódásaiknak a fogadtatása? Kaptatok-e lájkokat, hogy ugye, stílusosan? Hát vegyes volt, tehát ezt be kell vallanom. Főleg az elején azért volt olyan, amikor kevés volt, tehát csak ilyen néhány ember jelzett vissza, és ők lelkesen csinálták és küldözgették vissza. Akkor azért egy picit váltottunk, akkor hagytunk időt a családoknak is, hogy ők is ebben az online oktatásban jobban elmélyüljenek, vagy megtalálják a rutint. Mi digitális jólétprogrampont is vagyunk, és akkor egy picit ezzel kezdtünk jobban foglalkozni, igyekeztünk segítséget nyújtani digitális eszköz használatban. Volt, hogy idősek hívtak fel telefonon, és akkor így telefonon keresztül tudtunk így távolról, vagyis megpróbáltunk segítséget nyújtani. Ez aztán végül olyan jól sikerült, hogy már Budapestről is hívogattak minket, hogy ők szeretnének elmélyülni a témában, úgyhogy volt olyan is, hogy postára kellett adni egy ilyen digitális alapkészségfejlesztő kiadványt, hogy ezzel is tudjunk segíteni. De nagyon jó, hogy így elment a híre, és már máshonnan is hívtak minket, hát szívesen segítettünk. És akkor utána megint, amit Zsófi is mesélt, ez a gyereknap május környéke, amikor megint volt egy ilyen nagyobb aktivitás, amikor megint úgy láttam, hogy szívesebben lájkolnak, küldenek, csatlakoznak, és akkor aktívabbak voltak már. Anikó, azt kérdezném tőled, hogy ugye te a fiatal csapattal dolgozol, és ez a fiatalokból álló közösség egy ilyen hihetetlenül aktív csapatnak tűnik. A fiatalok, akik ugye amúgy is ebben a digitális világban élnek, és abszolút ez az online, ez nekik nem egy óriási nagy trauma nyilván, mint esetleg az idősebb korosztályoknak. Nem mondták el, nem volt egy olyan visszhangja annak a pandémiás időszaknak, amikor úgy online-ba kerültek át a kommunikációk, meg úgy minden, hogy hát ez így kényelmesebb is, jobb is. Nem is kéne erőltetni talán ezt a sok személyes kontaktust. Éreztél-e ilyen hatást, hogy egy kicsit majd kombinálni kell jobban a kettőt, vagy inkább kiéheztek arra, hogy legyen személyes újra minden, mint régen? Az a helyzet, hogy hát itt így már próbáltam fogalmazni magamban közben a kis mondókámat ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes. Egyrészt több aspektusa van szerintem ennek.
Egyrészt az mindenképpen, hogy ezek a fiatalok, akik effektíve ezt a közösséget alkotják szorosan, ők már egy tudatos fejlesztésen mennek keresztül, még ha nem tudják akkor is, és ez eredményezi azt, hogy belülről jön egy ilyen vágy, hogy találkozzunk egymással, hogy legyen valami kapcsolódási felület. Ez a közösség úgy jött létre, hogy személyes mentorálást kapott mindenki. Először tőlem, aztán többet magammal végeztem ezt a dolgot, de hogy itt alapvetően a személyes megszólítottság a legfontosabb. Nyilván ebben az egész szakmában kifejezetten, de hogy itt nagyon sok esetben beszélünk hátrányos helyzetű fiatalokról, olyanokról, akik egyébként otthon látszólag nincsen probléma, de mégis vannak feszültségek, vannak problémák családon belül, és ez a közösség azt is adja számukra, hogy ezeket a problémákat közösen oldják meg. Na már most nyilván egy olyan helyzetben, ahol ezekkel a problémás esetekkel, problémás családtagokkal kell 0-24-ben együtt lenniük, igényelnek egyfajta ilyen, hát nem tudom, most ezt így jól, nagyjából egy ilyen mentálhigiénés beszélgetésre tudom leginkább ráhúzni, de ezt a személyes, egyéni megszólítást, ezt igénylik. Azt, hogy elmondhassa azt, hogy mik voltak az aznapi problémái, nálunk ezekből eredményeződnek azok a programok, meg azok az aktivitások, amiket létrehozunk. És nagyon érdekes, hogy mi még március 13-án gyűltünk, és március 13-án még a március végi fórumnak az előkészítő munkáit végeztük, és ugye jött a hír, hogy 16-ától teljes karantén, és akkor ott egy picit így meghőköltek ők is, hogy ja, hogy akkor ez komoly, mert még én pénteken elkezdtem nekik mondani, hogy azért ezt vegyék komolyan, és ne ölelkezzenek, és ne, mert ugye nálunk ez egy ilyen alapvető dolog, hogy egymást megölelik, szeretettel fogadják, puszilgatják egymást, egymás nyakában vannak, tehát tényleg ilyen, mint egy ilyen nagy család úgy működnek, és már én akkor óvaintettem őket attól, hogy ne, a személy is, tehát hogy próbálják meg ezt a távolságot megtartani. És hát akkor így még kinevettek, hogy jaj, te is bedőlsz ezeknek, meg nem tudod, hogy még voltak ilyen megnyilvánulások, és nyilván ehhez képest sokként érte őket az, hogy hú, hát akkor nem mehetünk iskolába, akkor nem találkozhatunk a barátaimmal. És nagyon érdekes volt számomra, hogy ők maguk alulról és önszerveződő módon kezdtek el különböző ilyen esti beszélgető súkat, vagy ilyen kibeszélő programokat szervezni. Volt is egy ilyen Zoom meeting csoport, ahova a Zoomon keresztül hívogatták meg egymást, teljesen proaktívan, tehát, hogy nem én generáltam ezt az egészet, hanem ők, hogy hát de hát mi az, hogy nem tudunk egymással beszélni, hogy nem tudunk egymással megosztani minden dolgunkat. Úgyhogy lényeg az volt, hogy az első hetekben minden nap voltak ilyen zoomos találkozások, tényleg minden este arról szólt, hogy bekapcsolódtak, és nagyon érdekes tapasztalat volt egyébként, hogy ők amúgy kihasználták azt a lehetőséget, hogy el lehet menni sétálni, kutyát sétáltatni, sportolni, és ők egyébként találkoztak egymással. Tehát, hogy számomra is nagyon nagy meglepetés volt, hogy én is azt gondoltam, hogy jaj, hát ők a digitális generáció, mindenki azt mondja, a generációkutatók közül már van is egy ilyen elnevezés, hogy a C-generáció, a connected, hogy ők folyamatosan kapcsolatban vannak egymással, de személyes találkozást nem pótolja ez. Még számukra sem, annak ellenére sem, hogy folyamatosan pötyögnek egymásnak, folyamatosan lájkolják egymás képeit, meg snapeket küldenek egymásnak, snapchaten, és stb. Sorolhatnám ezeket a dolgokat, mégsem tudja azt pótolni, hogy odaülök mellé, hogy megölelem, hogy belenézek a szemébe. Szóval, hogy én ezt tapasztaltam, bízom benne, hogy nem csak azoknál a fiataloknál, akikkel én foglalkozom, mert ők azért érintkeznek azokkal a fiatalokkal is, akik nem kapják ezt a tudatos fejlesztést. Én azt látom, hogy ezt a részét nem lehet csak úgy pótolni. És akkor amiket mi is így megpróbáltunk ennek kapcsán, hát az nagyon sok volt. Nyilván nekik is, nekünk is azt, hogy fenntartani azt az állapotot, hogy minden áldott nap 2-3 órákat is akár beszélni, tehát ugye ez így nem működött. És akkor azt kijelöltünk egy napot, és akkor minden nap volt egy-egy ilyen program a héten, és akkor azt úgy csináltuk, hogy mindig volt valamilyen közösségi aktivitás, találtunk egy csomó olyan felületet, ahol egyébként lehet közösen játszani, honfoglaló bajnokságokat csináltunk, és vannak ilyen online
szerkeszthető puzzle kirakók, és akkor azokat végeztük, szóval, hogy egy ilyen abszolút közösségi aktivitás, hogy közben láttuk egymást, de hogy jaj, nem tudom, Adi, de azt a csücsköt, az nekem kell, és szóval, hogy nyilván ez a közösségi létforma volt az elsődleges, amit így szem előtt tartottunk, és akkor egy-két videót tudtunk kihozni, ami igazából másoknak szólt, kitaláltuk, hogy akkor csinálunk egy ilyen buli pénteket, ahol mindenki odaül a Zoom elé, és akkor egy pohár borral, és akkor kocintunk együtt, hogy nem lehet együtt bulizni, de hát miért nem lehet úgy együtt bulizni, hogy egyébként nyilván, tehát hogy kultúrált mondjuk borfogyasztással, miért ne lehetne az, hogy együtt megélik a fiatalságokat, és azt, ahogy a nők, ők ki tudnak kapcsolódni, úgyhogy tényleg ez egy ilyen kocintásos videónk van is fent a Facebookon, hogy nem tudom, marasztalunk fiatalokat arra, hogy maradjanak otthon, és hogy otthon is lehet közösségben lenni, közösségé formálódni. És akkor utána nekünk inkább később volt a gyomros, tehát, hogy még ez az otthonmaradásos így picit próbáltuk kibekenni, ugye nagyon sok érettségizőnk volt, tehát, hogy értük, nagyon izgultunk, meg a vizsgaidőszakos egyetemistáinkért, de ami gyomros volt igazán, az ugye az, amikor kiderült, hogy a közösségi tereket be kell zárni. És nekünk ez volt az igazi hátulütő, ott azért volt egy ilyen viszonylagos gyászfolyamat is, amikor így ki kellett pakolni a közösségi teret, az ő megszokott, 4 éve megszokott, úgymond idézőjeles második otthonukat, és inkább ott volt egy ilyen komolyabb mélyrepülés. Aztán jött a nyár, és akkor a nyáron mindenki kiszabadult, és elmentek nyaralni, meg dolgozni, meg így mindent, ami a csövön kipér, hogy így fogalmazzak, és akkor nagyon meglepő volt számomra, hogy az utcazene fesztivál mégis ennyi önkéntessel lebonyolódott, igazából szintén egy olyan 340 órányi önkéntes munkát tettek bele a fiatalok, tehát hogy azért az egy hatalmas nagy dolog, körülbelül egy olyan 25-30 főről beszélünk, aki részt vett ebben a programban. Úgyhogy ez már egy ilyen megnyugvás volt számomra, de nyilván visszavetette a kommunikációt és mindenféle egyéb kapcsolódást. Nyilván voltak az effektíve karantén időszak alatt, voltak ilyen számomra is nagyon döbbenetes meglepetések. Volt olyan, aki ide telefonált, és azt mondta, hogy hajolj ki az ablakon most. De mondom, nekem most éppen dolgom van. Nem baj, most. Jó, kihajoltam az ablakon. Köszönöm, csak látni szerettelek volna egy pillanatra, és így elment. És akkor ezek tényleg olyan dolgok, amik így nem pótolhatóak semmivel, tehát, hogy nyilván ezek ilyen szívbe markoló dolgok, hogy neki az a pár perc, meg hát ezáltal nekem is egy ilyen találkozási pont volt, illetve ez egy ilyen kis kiszakadás volt a hétköznapokból, vagy így a bezártságból, és hát ezekkel nehéz úgymond megküzdeni, tehát tényleg így ez a generáció, akik egyébként mennek, folyamatosan találkoznak, életkori sajátosságukból fakadóan egyébként egyfolytában pezsegnek, sokszor féltem is tőle, mert szkeptikusan álltak ehhez a dologhoz, és nem szerettem volna, hogy felelőtlennek tűnjenek ezáltal, tehát, hogy nagyon sok beszélgetés eredménye volt a szemléletformálás náluk. És akkor eljött a szeptember, és nagyon ilyen hullámvölgy volt. Mindenki elkezdte az iskolát, ez a bizonytalanság, hogy akkor most lehet program, nem lehet. Szóval akkor kezdtük el ezt a mentor képzést szervezni, és így az elején ilyen falba ütköztünk többen, és egy picit úgy el is gondolkodtam arra, hogy azon, hogy jó, hát akkor mi lesz a további irány, mert hogy annyira gyönyörűen elindult ez az egész, és hogy valahogy így nem kellene, hogy ez így megálljon, és valami, nem tudom, hogy mi történt, egyik pillanatról a másikra így felpesdültek, vagy így felpesdítették egymást, vagy tényleg nem tudom, hogy így effektíve mi volt az, ami előidézte, mert hogy ugyanazokat a mondatokat írtuk le pár héten keresztül, és nem történt semmi, és egyszer csak megtörtént, és egyszer csak 14-en visszajeleztek arra, amire már korábban egyébként egy évvel felkészítést kaptak, tehát, hogy ez már egy éve körülbelül téma volt, hogy akkor lesz egy második mentorképzés, és hogy akkor oda jöjjenek és aktivizálják saját magukat, és ők maguk jelentkeztek ezekre az eseményekre,
Viszont mondom, volt egy ilyen mély repülés, és akkor utána valahogy ilyen csodálatos módon ismét mégis életre kelt ez a dolog, és mondom, annyira sikeres volt, hogy most a hétvégén 22-en voltak jelen, ami szerintem döbbenetes, és számomra is meglepő volt, úgyhogy mi így állunk, és nyilván most, hát mi nem tudtunk elég gyorsan lépést tartani veletek ellentétben, úgyhogy olyan jó volt hallani, hogy ilyen innovatívak, és ilyen proaktívak voltatok a pandémia alatt, mi önzőek voltunk, az az igazság, és én próbáltam a saját közösségemet így életben tartani, amennyire tudtam, és most következik az, hogy kifelé is nyitunk, tehát, hogy most következik az, hogy az őszi fórumot, azt most már az online platformra tesszük át, és megpróbálunk mi is megküzdeni ezzel, és egy nagyobb technikai felkészülést igénylő feladatnak is neki látunk, úgyhogy bízom benne, hogy ez egy-két hónapon belül kiderül, hogy megugorjuk-e a saját magunk által feltett létet, de azt gondolom egyébként, hogy nagyon nyitottak voltak a diák önkormányzatokat segítő pedagógusaink, ők azok, akik nagyon támogatnak bennünket, illetve nagyon lelkesen részt vesznek ebbe, úgyhogy mindenféle támogatottságunk megvan, szóval remélem, hogy ez mégis működni fog, de mondom, az a legnagyobb hozadéka meg eredménye, hogy a közösség mondjuk most már hely nélkül is, vagy úgy hely nélkül, hogy effektíve, ugye az otthonukat bezártuk, a művelődési központ befogadott minket, úgyhogy ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, most pedig új utaink nyílnak, úgy tűnik. Úgyhogy hát nyilván én azt mondtam nekik a hétvégén, hogy egy kicsit olyan, mintha egy sötét erdőben lennénk, és egyedül a szívünk világítana, úgyhogy menjünk utána, nézzük meg, hogy mi lesz hova vezet bennünket a fény, mert nem tudjuk most, hogy mi az irány, de szerintem ez nyilván nem csak ezt a közösséget érinti, hanem ez alapvetően a közösségeket érintő nehézség. De én azt látom, hogyha ott tud egy azon hétvégén lenni 22 fiatal, akik egyébként tenni akarnak ezért az ügyért, akkor ott valami történni fog, és ott elé tudunk idézni még izgalmas dolgokat. Én ezt mondtam nekik, hogy ebből még bármi lehet, úgyhogy bízom benne, hogy lesz is belőle bármi. Szuper jó dolgokat mondtatok, és nagyon-nagyon elgondolkodtató, illetve inspiráló ötleteitek vannak, és ebből remélem, hogy mások is tudnak merítkezni. Meg tudnátok fogalmazni csak így a vége felé a beszélgetésünknek, mondjuk egy-egy ilyen mondatban, vagy tényleg pár szóban, hogy mi kell ahhoz egy közösségszervezőnek, hogy még egy világjárvány se rendítse meg a hitét a közösségekben, a munkájában, a közösségi művelődésben? Nem tudom, bármelyikétől kezdheti. Szeretem az embereket. Tehát én amikor így olvastam a Facebookon ezeket a kiírásokat, hogy na, hogyha eltelt, vagy elmúlt ez az időszak hozzám, akkor se kell 2 méterrel közelebb jönni. Ugye nagyon sokan osztották ezeket a rajzokat, meg képeket meg. Én mindig azt éreztem, hogy úristen, egyszer jussunk már el oda, hogy én valakit igazán megölelgethessek, ahogy szoktam, meg szeretem, meg jöjjenek már, meg legyek közöttük, meg érezzem, hogy körbevesznek, meg nyüzsögnek, meg mosolyognak rám, meg ott vannak, meg örülnek, meg jól érzik magukat, és lássam, hogy most már sikerül az a tánclépés, lássam, hogy tudnak menni a versenyre. Szerintem, aki ezen a területen dolgozik, és ezt most mindnyájan tudni fogjátok, hogy jól értelemben értem, az mind őrült valahol, az mind megszállott valahol. Tehát ezt a feladatot úgy végezni nem lehet, hogy én keresek egy munkahelyet, ami nyugis, 8-ra bemegyek, 4-kor hazamegyek, leteszem a lantot. Aki ezen a területen tevékenykedik, az valahol mind elhivatott. És most ezek nagy szavaknak tűnnek, de nem, tehát ez az igazság. Ehhez szeretni kell az embereket, látni kell egy célt, és nagyon jó, mikor azt eléred. Tehát ez valahol nekem legalábbis személy szerint olyan, mint a drog. Tehát van egy kihívás, van egy kép, amit látok magam előtt, és azt jó elérni. És jó elérni. És én szeretem közben, hogyha ez nem csak nekem okoz örömet, hanem egy csomó más embernek is.
nekem szükségem van arra, hogy visszajelezzenek, arra, hogy örülnek, hogy ez a dolog végre elindult. Örülök minden új tagnak, akit sikerül bevonzani. Örülök annak, hogy vannak, akik 4 éve ott vannak már, és nem mozdulnak, nem alkusznak. És én nagyon irigy vagyok most arra a mondatra, amit Anikó mondott, ugye, amit a... Hát miért nem lehetett, hogy ezt én találjam ki? Mert akkor most használhatnám. Tehát ez, hogy szeretnénk otthon lenni. Tehát ebbe tulajdonképpen minden benne van, amiért minden közösségszervező dolgozik szerintem. Tehát azt szeretnénk, hogy mindenki, aki a településén él, az otthon érezze magát, és otthon legyen. És ebben a mondatban szerintem minden benne van. Úgyhogy én nagyon irigylem, és nagyon sajnálom, hogy nem a miénk, mert kiírnám most... ilyen betűkkel a falra. Valahol ez az érzés. És én úgy gondolom, hogy aki igazán szereti ezt a területet, és úgy csinálja, hogy szereti, annál az egész gondolkodása minden nap, minden percében erre van ráállva. Tehát nekem szokták azt mondani, mert megint úgy nézel. Mert hogy négy az utcán, és már rögtön eszedbe jutott arról valami, és azt mondják, már megint úgy nézel, mi lesz már ebből. Tehát az lesz, hogy megint van valami ötlet, és az egyszerűen nekem muszáj látnom, hogy az útjára indul, és megvalósul, és örülünk neki, és örül neki mindenki más, akivel annak örömet tudtuk okozni, vagy hozzá tudtuk járulni ahhoz, hogy minél magasabb színvonalon élhesse itt az életét. Úgyhogy szerintem ennyire végtelenül egyszerű ez a történet. Megszállott emberek, akik megszállottan szeretik azt, amivel foglalkoznak, és ők kettő boldogok. Szerintem ezek a közösségszervezők. Mert hogy máshogy nem lehet ezt csinálni. Okay. Remélem sok hallgatónk figyelem. Jó, Anita, bár Edi sok mindent elmondott, de Anitáiknak, Anita Zsófi, esetleg ti mit gondoltok erről? Mi az a mozgatórugó? Pont ezt akartam én is mondani, hogy Edith nagyon sok mindent elmondott. Hát kimondtad a kulcsszavakat tulajdonképpen. Én is ezt az elhivatottságot, a megszállottságot mondtam volna rögtön, amikor kérdezted, ezek jutottak eszembe. Ezt tényleg nem lehet másképp csinálni. Nem lehet félgőzzel. Van is most egy ilyen reklám, hogy nem lehet félig. Hát ezt sem lehet félig csinálni. Mert vagy csinálja valaki, és beleáll, és ott van. És akkor tényleg minden gondolata e körül forog, hogy ezt hogy lehetne, azt hogy lehetne, vagy hogy lehet kapcsolódni, vagy más helyen hogy csinálják, hogy lehet jó gyakorlatokat adaptálni. Ez tényleg ilyen. Én még hozzáfűzném a pozitív kisugárzást és a pozitív, folyamatos pozitív gondolkodást, hogyha bárkivel találkozik az ember, akkor azt lássák rajta, hogy mosolygós, pozitív, és akkor átadja ezt a szemléletet, illetve az, hogy merjünk nagyot álmodni, mert hogyha kitalálunk valamit, és van egy ötletünk, egy tervünk, és mondjuk nem valósul meg rögtön, akkor sem kell elkeseredni, hanem azért folyamatosan tovább dolgozni, mert nem rövid időre kell terveznünk, hanem hosszú távra. Oké. Okay. Anikó, van még ehhez valami hozzáfűzni valód? Hát ismersz, nekem ne lenne. Igen, nagyon-nagyon nehéz. Itt izgultam közben végig, hogy azt az egy szót nem mondjátok ki, amit én már az első pillanatban megfogalmaztam magamban. Ugyanis nekem a hit. Nem ideológiai hitre gondolok, meg vallási hitre gondolok elsősorban, hanem hit az emberekben. Hit a fiatalokban, és hit így abban, hogy tudjuk igazán szépé és jobbá tenni a közvetlen környezetünket, és ezt a szemléletet próbálom én átadni a fiataloknak, és hinni bennük. Nagyon sokan itt, ha itt lennének, és be tudnám őket valahogyan kapcsolni ide nektek, akkor így bólogatnának, mert hogy van olyan, aki 12 éves korától fogva én ismerem egyedül az élet útját. És valahogy így a szülei nem azok, akik így tudták az útjukat, vagy az útját terelgetni, és amikor megfogalmazzák azt, hogy miattad lettünk azok, akik, az azért egy hatalmas nagy erőt tud adni, és nyilván ezt máshogy nem tudom, csak hogyha először én elkezdek hinni benne,
aztán ezt a hitet próbálom neki átadni, hogy te igenis képes vagy rá, és tulajdonképpen ez az, ami most függetlenül attól, hogy ki milyen generációval foglalkozik, én azt gondolom, hogy én ebben a generációban egyébként nagyon sok potenciált látok, és nagyon sok hitet teszek beléjük, és én azt remélem, hogy ez egy idő után eredményt is hoz, mint ahogyan már így említettem is, hogy hoz. Köszönöm, Edith, hogy kiemelted ezt a mondatot, mert Mónus Regi nagyon büszke lesz rá, mert azt mondta, hogy ha másért nem, már eddig nagyon, vagy ezért az egy mondatáért megérte ezt az egészet csinálni. Mert hogy ez az ő az egyik fiatalunknak, egyébként ő a mentoroknak a vezetője, vagy mentorok mentora, és ő az, aki ezt meg tudta fogalmazni, és valóban azt gondolom, hogy hát otthon lenni itt a világban, én egy kicsit távolról indítanék, hogy otthon lenni a világban, otthon lenni önmagunkban, vagy az önmagunk életében, és utána pedig a közösségeink életében. Tehát, hogy ezt a belső otthont, vagy belső fényt, ezt így tovább tudjuk adni. Most nyilván nem akarok én nagyon fennkölten fogalmazni, de hogy általában a srácaimnak mindig képlet formájában adom tovább az érzéseimet, meg a gondolataimat, és nekik mondtam azt, hogy én nap szeretnék lenni, ami állandóan süt, és egyébként tök jó, mert pont kisütött nálunk itt a nap, és hogy ami nem érdekes, hogy, tehát, hogy mindenkinek egyéni döntése, hogy befogadja-e azt a fényt, vagy nem, de hogy én nem azért akarok sütni, mert valami célom van vele, hanem csak egyszerűen sütni szeretnék azért, mert van egy ilyen belső tűz bennem, és ezt szeretném nekik továbbadni, és én ezt gondolom így alapvetően ilyen belső tűznek, vagy belső energiának, és én nagyon, nagyon látom azt a potenciált, hogy itt meg kell osztani az erőt, és együtt működni, és akkor együtt működni fog. Szóval, hogy így nagyjából így látom a mi szakmánkat, vagy a mi utunkat. Nagyon szépen köszönöm. Hát én itt a pandémia kezdete óta már nagyon sokan, sokféleképpen és több csoportnak megköszönték így a munkáját, ugye egészségügyi dolgozók, meg tanárok, meg minden. Hát én most ezúton szeretném megköszönni a ti munkátokat, meg az összes közösségszervező munkáját, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok az, amit ti tesztek, és nagyon sokat beletesztek önmagatokból, és a rengeteg szakmai tudásotokkal hihetetlen dolgokat tudtok elérni ki a saját közösségeiben, településén. És hát nagyon szeretném megköszönni azt, hogy ma vállaltátok ezt a csodás új formátumot, amit az élet produkál, és reméljük, hogy legközelebb, egy év múlva már egyértelmű lesz, hogy személyesen tudjuk folytatni ezt a rendezvénysorozatunkat. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, és köszönjük, akik figyelemmel kísértek minket. Reméljük, hogy mindenkinek a hasznára válik, illetve értékes gondolatokkal és tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak, és további jó munkát kívánok nektek. Köszönjük szépen a figyelmet!